Király, király, a béka király. Quack, 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 quack. Király. We'll be right back.
lenne időm. Vitéz mátyás király urunk, mennybe szállas érette napkes iránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunán hömpölygő olaj tengerében, seltűnődék, hová lő az jég. Bécsnek büszke várát, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Nagy Dalidó lesz itt máma, én mondom. Hát ez szuper buli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire a nap felkel, Lagzi lesz és punktum a jány el kell. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. A négedőn észre játszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha ne kombiné, kombiné, ha több kész kombiné, ha még az éjjel felhajtom majd én. Ha daj a híd alatt, a Margit híd alatt, ha ott hagytod a kombinét odat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Hát bizony a tablettásportól kinyúlt, hogy az ember piacon árulják már szegényt, tán elraboldak.
Halihó, sziasztok! Itt is lennék, szép délutánt. Csengettyű SSO, Mirtil Szentes, Fahéjas Csiga, Dániel Szilágyi, Vivi Boros, Imarucsan, Nóra Antvelli, Bogi. Sziasztok, üdvözletem felétek, Zsolt, neked is. Remélem, hogy jobban lesz a hátad. Erika Máté, senki lánya, szerelmem, titeket is üdvözöllek, itt is vagyok, csak agyilag még nem. Veronika és Alexandra, nektek is szia-szia. Krisztián Sipos is megérkezett közénk. Andrea Juhász, Emiszi Bord is megjött, úgyhogy szépen összegyűltünk, és Adri is itt van, sziasztok. És tudjátok, a szokásosan Instastory-ba tegyétek ki, hogy megy a live, a Dark Banana Swarm-nak köszönöm is szépen, hogy már kitette, hogy megy a live Instastory-ba. Köszönöm szépen. Na! Hú, hát megszavaztátok a Life is Strange-et, én őszinte leszek veletek, én vártam, hogy ez nyerjen, de én féltem, hogy a Fall Guys fog, ennek ellenére nem. Gondolom annyira felspiráztak titeket az előző lévő live-ok, Life is Strange live-ok, hogy úgy voltatok vele, hogy két opció van, úgy voltatok vele, kíváncsiak vagytok a végére, és toljuk neki, csináljuk meg, vagy azért szavaztatok rá, hogy már elég a Life is Strange-ből, tudjuk le most, aztán utána egy jó darabig nem lesz, mert nincsen Life is Strange 3 egyelőre, de dolgoznak rajta, de szép vagy szerelmem, köszönöm szépen, te is. Igazából annyit el szeretnék mondani a live elején, és ezt kérlek, vegyétek figyelembe, hogy még a házi orvosomat nem tudtam elérni telefonon, ma kell vele egyeztetnem, hogy hogy vagyok, s mint vagyok, e-mailen beszéltem vele, aztán elértem telefonon, de csak az asszisztense vette fel, mert hogy a másik szobába éppen valakit vizsgált, így nem tudtam elérni, ha ő hív telefonon, akkor be kell nyomnom a szünetet, be fogom nyomni ott a 20 perces zenét, aztán jövök vissza, ez nem tudom, hogy a live elején lesz, közepén, végén, remélem nem egy sírós résznél, nem tudom, de ha nem is lesz ilyen, akkor én 7 óra után megpróbálom hívni, ott biztos lesz szünet. És akkor gyakorlatilag, igen, ezek vannak. Új ez a póló észrevétel, te róka, képű holló, dehogy is. Nem új, régi, csak pont erre jöttem rá, jó is, hogy felhoztad, ez egy pulóver, de hosszújú, de hogy nincsenek menő pulóverim, tehát nincsen, hogy Marveles, mit tudom én, valami tök menő dizájnos vagy feliratos, úgyhogy ja, jövőre be kell szereznem pár pulóvert is, mert hogy konkrétan szürke, meg ez van, és ezen kívül ennyi. Úgyhogy igen, pulóver hiányba szenvedek, majd szereznem kell. Ott hagytuk abba, hogy ugye gyakorlatilag Danielt megmentette Jacob, ugye, és elvitte a szektába, ahol a szekta felgyulladt, porrá égett, és onnan megmentettük anyánkkal együtt a kisöcsénket. Ez volt az előző rész, meg hát elszenvedtünk egy kis rasszizmus általi köcsögösködést. Aztán megnéztem végigjátszásokat, Dogi Andinál láttam, mindig csak addig nézem, ahol tartok, Dogi Andinál láttam teljesen más kimenetelt, hogy nála Daniel megölte a tiszteletes asszonyt, nem is ajánlotta fel, hogy csak úgy kimennek, hanem nála az volt a két opció, hogy lelövi a tiszteletest, a te karaktered, vagy a kisöcsi megfojtja. Tehát, hogy ja, de ő megölte a pumát is, tehát, hogy azért itt nagyon gyilkos hajlamok felé vitte, érdemes lesz őt is végignéznem, mert Nessai túl nyugisan csinálta, mint én. Na! Szia Anna és Almás Palacsinta! Megérkeztetek, tök jó! Hát én nagyon jó kis, szép SV Battlefront 2-t, Star Wars Battlefront live-ot néztem volna, de gondolom a copyrightos dolgok miatt inkább hagyod. Hát egyelőre félretettem, igen, amíg nem találok ki rá valamit. Örülök, hogy itt vagy velem, babám. Farkasok, és nem is kell túl ragoznom gyakorlatilag, mert hogy ugye el fogják úgy is mondani, hogy mi történik, úgyhogy mindjárt itt felelevenítjük. Azt utoljára elevenítjük fel a megrajzolt sztorit, úgyhogy tessék figyelni. El se hiszem, már az utolsó résznél vagyunk. Gyerekkoromban... Gyermekek, 21-en vagyunk és 10 like van, ha még nem tettél a csapashoz, mert köszönöm szerelmem, így van. Egyszer volt, hol nem volt. Egy vad-vad világban. Volt két farkas testvér, akik saját odújukban éltek az apjukkal. Boldogan éltek együtt, amíg a vadászok elvették az apjukat.
A farkas testvérek folyamatosan vándoroltak, megtanulván miképp boldoguljanak magukra. Ezt már mondjuk megtanultam volna fejből ötödik részre. Ekkor a báty felfedezte, hogy a kisebbik egy szuper, nem egy átlagos farkas volt, egy szuper farkas. Mondom, megtanuljuk lassan. Úgy határoztak, hogy délnek indulnak ősei távoli szülőhazájába. De az út hosszú volt és veszélyes. Indul a Donate vonat, akarom mondani, ám a farkas testvérek az utazás alatt barátokra leltek, többet tanultak a világról, de úgy látszott, a veszély folyton a nyomukba jár. Ám egy baleset után különváltak. A báty megsérült, a vadászok pedig végül elfogták. Ez már új, ketrecbe zárták, ám amikor végre megszökött, az öccse felkeresésére indult. Hamarosan rájött, hogy a kis farkas egy préri farkas. Szektához csatlakozott, és nem akart eljönni tőlük. Préri farkas szekta, nagyon jó. Hirtelen annyi idő után felbukkant az anyju. Azt mondta, azért jött, hogy segítsen. Könyörögtek a préri farkas vezérnek, de nem engedte el a kis farkast. A mocsok préri farkas, a bálványuk volt. Ezért kellett állítaniuk, hogy megszökjenek. Ó, hát a farkas testvérek most már együtt vannak, és szakadár anyjukat követik, mélyen a sivatagba rejtélyekhez. Köszönöm szépen, Sihuhu! Jana beindította a Donate vonatot, lehet csatlakozni, indul a Dave masinisztával, fúj, de rosszul hangzik, Dave a masinista. Indulás, a cél a végállomás, irány Mexikó, Mexikóba megyünk a vonattal, ki akar velem jönni Mexikóba és Janával. Ott melegebb van, mint itt. Köszönöm szépen, babám. Az Dévács a masinista. Jó, ezt azért mondjam, a Lukács a masinista, nem tudom mi a neve című mesét elkezdtük nézni valamikor. Nem tudom, küldem a telefonom, most nem engedi. Ó, ne viccelj, csengetjük, mindig köszönjük, hálásak vagyunk minden támogatásért, legyen az tagság, szupercsat, szupermatrica, de semmi sem kötelező, srácok. Lesz még Donate vonat, máskó is. Mindig lesz. A Donate vonat az soha el nem pusztilandó, és Scorpio. Van-e itt Scorpio csillaggegyű? Random a cseten. Itt vagyunk a sivatagba. Csak egy Scorpio járkál föl alá, de ha belecsíp a seggünkbe. Uno tequila, por favor. Köszönjük szépen. Alszunk bele, ne csípjen a popónkba a Scorpio. Én Scorpio vagyok. Na, Emi, látod? Egyből van mire reflektálnunk. Összebújva csicsikálunk, mint a jó testvérek, nagyon faintos. Mondjuk... Hey! Wake up, Sean! Ébredj, Sean! Dude, gyerünk, öregem! What? Mi az? What time mennyi is az idő? What time is it? Igen. Get up! Befejeztem, elsekeztem. Szia, Lili, olyan szép, gyere, nézd meg! Hát ez amúgy erre felébredni, én is felébrednék, akár legyen reggel 6 óra, vagy délután 3. Ez gyönyörű kilátás. Szép kilátások elé nézünk a mai live folyamán, azt mondom. Na jó, befejeztem. So? Na? Yeah, ja, oké. Okay. Good call. Tényleg. Jó. Wow. It's amazing. Lenyűgöző. Rólam beszél, gyerekek! I know. Tudom. Mondom. Lenyűgöző. Jó rá nézni. De most komolyan. Köszönöm szépen, srácok. Is your eye okay? Rendben van. Hát kivágta a szemét az üvegszilánk, babám. It just itches. Csak viszket, amikor okay, szétrobbantott mindent a picike. I promise. Yeah. Oké. Okay. Szia, Lili! Okay. Kicsit szemtelen lett ez a gyerek így a sztori végére, de elnézzük neki. Bármi történjék is, érted? A testvéred maradok. Múltkori részben kenegettük is a sebet. Szóljon az a cseten! Ezt nem fogom eddig csinálni. Nincs az a pénz, hogy eddig vonítsak. Na jó van. Igen. Diaz, tesó. Úgy van, jönnek az auk.
mi fáj az élet, szóval mondhatnátok. Na, leültünk a homokba, eddig nagyon chill. Szóval, még mindig vannak rémálmaid? Tudod, about Lisbeth. Lisbethről. Yeah. Yep. Sometimes. Szia, Tiffy! Néha úgy érzem, itt van a közelben, és üldöz engem, szegény gyerek, ijesztő. Életben maradt, nem égett el a templommal? Mázlia van, hogy nem mentél utána. Ja, de még mindig odakint van. Akkor életben maradt. Valahol a frászt hozza rám. Neki nincs ereje. Nélküled nincs ereje. Minden rendben. Meg kell nyugtatni. Remélem. Sean. Most már bűnözők vagyunk? Hát, figyelj, itt nem gyilkoltad meg a csajt, úgyhogy nem. No way. We did exactly. Pontosan azt tettük, amit kellett. Önvédelem. If the cops catch us, ha zsaruk elkapnak, we'll be judged for elítélnek azért, amit tettünk. That's for sure. Ez biztos. I won't let them. Nem hagyom, hogy elkapjanak minket. Aha, tehát akkor úgy menekülünk át Mexikóba, jó. Hát, már majdnem a határnál vagyunk. Végre. I like it here. Tetszik itt, de... But... We'll have to leave. Nem sokára mennünk kell. I know. Tudom. I'm sorry, Anna. Sajnálom, Anna. Sean. I know it's been tudom, a hogy long rég time. Volt már. Can you tell me el the tudnád rest mondani of a farkas mese végét? De aranyos. Hát arra fogunk törekedni, hogy megtudjuk. Hát nem fogom megbántani, hogy nem vagy-e túl nagy ehhez. Na, jó főzés, mi ott főzöl éppen? Elmondhatjuk. Oh. Mondjuk el a mesét. Yeah, I can tell you. Elmondom. Ezer éve már, hogy nem folytattuk. Jó rég már. Nem nézted az indulást? Lássuk. Oh, yeah. Ó, igen, okay. So, nos. Thanks to the remote, hála az anyjuknak, the wolf a farkas testvéreknek, éppen csak sikerült megszökniük a szektától. She let them to elvezette őket a titkos búvóhelyükre a vörös sivatag mélyén. A farkas testvérek megpihentek egy kicsit, de egyszer folytatniuk kell az utukat dél felé. Közelebb voltak az apjuk földjéhez, mint valaha, de köztük az úti céljuk között ott volt egy hatalmas tűzetszarvú. Tűzetszarvú rajzot kérek, de nagyon kedves, úgyhogy barátok lettek. Bocsánat, ki mesél most? You are. Te. But de it's my story, ez az én történetem, igaz? Right? Ó, rájött, hogy magunkról beszéltünk végig. Yeah. Ez igaz. That's true. Okay, then. Okay, akkor so mi történik ezután? They megérkeztek Mexikóba, de az országba rampage, őrjöntek like a goblinok together. Együtt. The a farkasok és az egyszarvú legyőzték őket, a hős és hősök lettek. Ez tök jó sztori. A rendőrség elengedi őket, és minden barátjuk eljön majd Mexikóba ünnepelni. Yeah. De szép történet lenne. Good, jól hangzik, Enano. Bizony? Pakoljuk ezeket össze, aztán irány a város. És most már megállhatok csetet olvasni, mert most rendet kellene rakni, mielőtt elmegyünk. Mindig figyeljetek oda, bárhonnan elmentek, túl szép ez, ne hagyjatok szemetet magatok után, egy nyomot hagyjatok, az pedig a lábnyomotok legyen maximum. De szépeket mondok ma, Úristen, gyere le. Hello, Luca, szia, Krisz, Berta. Semmi baj, örülök, hogy itt vagy. Levi. Kikeres Levit, szia Angelika és Galambos Dorka. Levi. Én nem is ismerek Levit. Wingardium Leviosa. Az a tiltásokat Leviosa. Maximum. De az a baj, nem is nagyon tudok Levi nevű monguftáról. Nem tudok mindent visszaolvasni, Tiffy, mert ez haladós játék. De próbálgatok belenézni. We better get out of here before that heat comes in. Hogy ezt álmodtad, igen.
És hogy te is az lettél, és ki az a Levi, rendben van, megvan. Na! Honnan van nekünk teleszkópunk? Hihetetlen, hogy közelről láthatjuk ezt a sok dolgot. Rakjuk el a teleszkópot. I hope we can go watch the stars again. Igen, igen, olvastam, elolvastam, babám. Hey man, this place is cool. I could just move here. Hey, I can help. Just tell me what you have to put in there. Mondd meg, mit tegyek bele. Te vagy az ász. Figyelj, a hálózsákokat összerakhatnád. Fú, de nem szeretek hálózsákot hajtogatni, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Hoppá, várjál, van még ott üdítő. Yep. Still need our processed sugar. Még mindig kell nekünk feldolgozott cukor ebben. Oké, okay, oké. Okay. Ott van egy szuper erőnk, figyeld. Megkér Danielt. Oké, okay, rakd el. Yo, Captain Cam, can you take these away? Sure. Magneto akcióba lendül. Szia, Zsuzsanna. Perfect formation. Azt is, ételhordót is. Let's clean up this mess. Not if it cleans up. Így kéne itthon is takarítanunk, babám, meg rendet rakni, nem? Ne menj még, szerelmem. Bár ha dolgod van, akkor menjél nyugodtan. No shit. Now cut it out. Jeez. You're no fun. Az nem jó, Daniel. Vegyél be valamit, hogyha annyira fáj. Activate flashlight. A zseblámpa. No funny business. Of course not. On the way. Mennyivel gyorsabban rendet lehetne rakni? Csillagképes könyv. Every star looked the same until we used Karen's old guidebook. I swear to God, the same book in the garage. Apának ugyanez a könyv volt a garázsba, igen, azt hiszem. Why did he never show it to us? Miért nem mutatta meg nekünk soha? Maybe talán túlságosan anyára emlékeztette. Oh. Tényleg arra kíváncsiak, hova lett az anyánk. Tehát, hogy remélem még azért találkozunk, vagy lesz valami. A hátizsák, a vázlat, füzet, rajzoljunk mielőtt eltesszük. Nagyon tetszett ebbe a második szériába, hogy rajzolgathattunk. Sketching time. Azaz, rajzoló idő. Nyugodtan lehet készíteni a fanartokat is. Úgyhogy gyakorlatilag azt hiszem, hogy egy rajzot hagytunk ki eddig, ahogy néztem. Ugye az elején, amikor Mushroom ben volt a szobába, akkor ki kellett volna nézni a faházból az ablakon, és ott elfelejtettem, de elméletileg majdnem a többi rajz az nagyjából megvan. That's so cool. Szeretem az ilyen mellék dolgokat a játékokba. Nem akarom, hogy abba hagyd a rajzolás soha. Csak ugye előző részben a szemünk sérülése miatt még nem nagyon tudtam jól rajzolni, de úgy látszik, hogy visszajött a rajzolási technikánk. Ó, hát ez megint gyönyörű, tökéletes. Le tudsz rajzolni szuperhősként? Lazának rajzol, vagány. Vagánynak rajzolom. Kíváncsi leszek, hogy hány százalék lesz a végén, hogy ki rajzolta vagánynak és ki lazának. Ti lazának vagy vagánynak rajzoltátok volna Danielt? Írjátok meg a chatre. This power is so cool. I love tie-dye. Ó, de jó. Ta-da. Kész is. Finished. Let me check it out. Hadd nézzem meg. Jeez. Do I really look that ilyen gonosznak evil? Látszom. He looks more úgy like néz ki, mint egy szuper gonosz. Hát, sajnálom, öcskös. Rendben, szia Tifi, köszönöm, hogy benéztél. Rendben, csak semmit ne írjatok többet, Krisz, semmi nem érdekel, hogy spoiler, ijesztő, szomorú, semmit ne írjatok meg előre, köszönöm. Vagány, vagány. Igen, nem volt ő laza, tehát indokolatlan lett volna egy kicsit. Rakjuk el. Well. Hát, vágjunk neki, cowboy. Tehát akkor megyünk itt a pusztába. Ki kér egy kaktuszt? Ja, semmi baj, azért mondtam csak, Chris, mert múltkor Abby leírt például egy jumpscare lesz, és az elrontja pont az élményét. What are you doing? Mit csinálsz a skorpióval, öcskös? Nincs idő a játékra. Dude. We don't have time to play. Come on, let's go. Okay, okay. Ez nem tudom, mi volt nagy döntés. Szia, Dori! Remélem, jól vagy. Hogy telt a napotok amúgy, srácok? Jó napotok volt, addig nyugodtan írjátok meg.
És Mongoof the Family Fan Lucának, ugye köszönjük szépen, hogy megosztottad, hogy megy Instagramon. Tehát, hogy megosztottad, hogy megy a live. És Nora 1-5-5-5-5-5, sok ötösnek is köszönjük szépen. Most nem tudtam átszámolni, hány ötös van a nevedbe. Ne menj pisilni! Basszus, mire megnyomtam volna! Ezt most én csesztem el. Hát mindegy, hagytuk pisilni. Nem baj, jobb kint, mint bent, ugye fiam? Ugye fiam? Nem, hát lehet, hogy megölte volna. Sőn hagyott, segítsek szobában visszatérni. Lehet, hogy megölte volna, nagyon agresszívvá tettük volna, de szerencsére nem. Na, tök jó, Chris. Ez egy körbenézek, nem-e valamit itt elhagyunk, vagy találunk. Anya nem beszél sokat. Itt csináljuk meg ezt, várjál. Kőhalom. Gyere, reptesed a követ. Gyakoroljad az erőd. Most szóltam rá, hogy ne maradj le, és mégse csináltad meg. Hát ennyit a kőhalomról. Az ott maradt. My legs are gonna be like yours. Azután a túra után lábam olyanok lesznek, mint a tiéd. Büdösek? Már megint mit csinálsz? Damn. I've got the munchies. Nálam van a rákcsa. Hope Karen. Remélem, Karennek van valamit tennie. Nem nagyon akar előre jönni a kis öcsink. Gyere már! Le ne fussál nekem a szakadékba, mondjuk kettőnk közül én halnék meg hamarabb. Itt egy fűcsomó, tessék! Nézd csak! Elképesztő, hogy itt bármi megterem. Szokott esni a sivatagban? Nos, jó kérdés. Hát azért tudjuk, hogy szokott, csak nagyon ritkán. Én mondjuk egyszer szívesen eljönnék ilyen sivatagos részt megnézni. Tavadásban van. Legyen ez. She's... összezavarozott. Zavarozott, mármint. What do you mean? Hogy érted? She's my mom. Ő az anyám. Well... Ja, igen, még a Karenról érdeklődik. I mean... She hasn't értem, seen you for years. Évek óta nem látott. Not sure she nem biztos, hogy ezzel az egészen egyszerre meg tud gyilkozni. Huh. Igen, közben azért beszélgetni kell a történtekről vele. Értelek. Aha. Jó. Amúgy gyönyörű tájon vagyunk, de nem tudom, anyánk mi itt rakott ki, tehát hogy miért a sivatag közepén? Nézzük meg a feladatainkat. Sétálj vissza a városba, az menni fog. Üdítős dobozok, igen. John készíti a legjobb körét, és ez nagyon jó. Én nem mennék, biztos tele lenne olyan állatokkal, amiktől szívbe hamarkodtam. Menjünk le. Segítsünk Danielnek. Nem akartam most szuper erőztetni. Egyedül is ment volna, ugye? Tudom, de nem akartam. Azért egyszer én legyek a menő. Sziklák. Oh man, I just saw a cool baby lizard. Looks like a job for az, a local szuperhősünk az illő feladat. Aha. Yeah. And you scared it. Na, jó van, úgy látszik itt így el testvéreskedünk, tehát hogy tényleg így el jó pofiszkodunk, de ez tök jó dolog. Nem engedett volna lemenni onnan. Szigorú? Lehet, hogy csak megóvna attól, hogy ne legyen bajod. De repüljenek azok a kövek. Hát egy kicsit kedvesebben gondoltam ezt az arrébb te helyezés, de így se rossz. There you go. I hope it's okay. Nice man. Hát csak eddig kellett lejönni, azt hittem, hogy még egy jó darabig megyünk lefelé. Ott egy keselyű, valószínűleg. Na, de szép város. Tiszta olyan, mint ami a izébe volt a... Beyond Two Souls-ba, a tanya, ahol a démont idéztük.
tiszta olyan feelingje van. Ki emlékszik rá? Life is Strange 5. rész, a farkasok. Na most tényleg nem volt egy órás az intro. Emlékeztek, hogy mindig ilyen 40 perc volt az intro, most gyakorlatilag 35 perc, abból 10 perc a számláló, 25 perc volt az intro. Durva, hogy már eltelt ennyi idő amúgy. Észre se vettem. Megyek, megnézem, mit csinál Joel. Go for it. Oké. I have to bring back the telescope to Stanley. Vissza kell vinnem a teleszkópot Stanleyhez. A városba mentünk heti ellátmányért. Van pár palacsinta a konyhában. Nem sokára jövök. Halli, Fanny! Úgy zsebre vágom. Ja nem, visszaraktam a hátizsákba, jó van. És ott nem nézünk körül? Daniel, you copy? Daniel, veszed? Igen, hallak, vettem. I have a pancake palacsinta riadó van a konyhában, ismétlem, palacsinta riadó. Palacsinta riadó, de ennék én is palacsintát. Joannal fogok enni, vétel vége, vettem. Ma nem lesznek repülő palacsinták. Excuse me. Elnézést, vizes fiú. Did you remember to ugye feed the crops? A terményeket? I never forget. Karen practices what she preaches. She barters with her food. Not money. Maybe in Mexico. Oh yeah. Karen lakókocsia. Na nézzünk körbe, mi van Karennél. Pendrive. Mit akarunk pendrive-olni? Ott egy levél. Wow. Wow, remélem Karen elküldi Claire-nek és Stephen-nek. Na, jön egy kis levélolvasás. Ma láttam olyan videót, amivel benne vannak ezeknek a karaktereknek a szinkron hangjai, de jó. Kérek palacsintákat azokért a finom szilvalekvárt, megbeszéltük. Szia anya és apa, már régóta rágódom ezen a levélen és hosszú ideje érdeklődök. Már szóval itt ülök ma este és a szavakon gondolkodtam, amiket 10 éve le kellett volna írnom. Mindig azt mondtátok, hogy minden okkal történik, most már értem, hogy miért. Oka van annak, hogy ma este úgy érzem, üzennem kell nektek a sivatagból. Tudom, hogy lassan évtized alatt csak egyszer telefonáltam és kb. 6 levelet küldtem, nem akarlak megbántani és biztosan állíthatom, hogy büntetni sem. Ne nevessetek, de egyszerűen nem tudtam, mit írhatnék, mondhatnék. Leblokkoltam épp, ahogy ti blokkoltatok engem, miután elhagytam ezt a bánt. Megértem, hogy így próbáltátok kezelni a helyzetet egyedül egy gyerekkel, aki nem teljesíti az elvárásokat. Nem tagadom, hogy cserben hagytalak titeket, de ez az elvárásaitok súlya, ti is cserben hagytatok engem. Annyira hajthatatlanok voltatok, hogy minek kellene lennem, hogy esélyem, lehetőségem sem volt arra, hogy felfedezzem, ki is vagyok valójában. Azt akartátok, hogy legyen egy lányatok, aki felnő, talál egy jó munkát és nagyszerű férjet, aztán letelepedik, majd sokasodik. A gyerekei lesznek, vallásos hittel felneveli őket, folytatva a körforgást, az a lány én, nem én voltam. Tudom, hogy ti egy más kultúrában és korszakban nőtetek fel, emiatt nem érthetem a nézőpontotokat. Ugyanúgy, ahogy ti sem érthetitek az akaratos lányatokat, lehet ez híd túl messze volt számunkra, így már kicsit jobban megértjük, hogy mi volt, miért ment el. Miután Danny megszületett, tudjátok, hogy szükségem volt egy kis szünetre, időre, átgondoljam, mi zajlik bennem, ennek nincs értelme számodra, neked vagy apának, és én értem, de nem láttad mennyire, nagyon elkeseredett voltam, és csak Esteban volt hajlandó nekem megadni azt az időt, mert látta, hogy mennyire boldogtalan voltam, nem hibáztatlak titeket a döntéseimért, hogy elmentem, és ha több időt adunk ennek, talán ugyanez a történt volna, sosem tudjuk meg, és próbálok nem megbánásban élni. Az életem egy hullámvasút volt, voltak idők, amikor még akartam érteni a véleményeteket, gondolataitokat, még a negatívakat is, és tudom, hogy mikor legutóbb beszéltünk, pénzt kértem tőletek, hogy kifizessem a New York-i tartozásom, aminek rendezésében segíteni akartatok, de a feltételetek az volt, hogy visszatérjek oda, ahová képtelen voltam, utálom, az volt az utolsó beszélgetésünk, sajnálom, hogy ma kapcsolatba akarok lépni veletek, sajnálom, hogy összetörtem a szíveteket, sajnálom, hogy hagytam, hogy ti összetörjétek az enyémet,
és rám kényszerített hallgatással. Azt hiszem megfizettünk érte, és most itt ülök kékmező kristálycsillagai alatt az íróként, aki remélem vagyok, miközben írok és várok az esélyre, hogy újra építsétek a régi hidat anyámmal és apámmal, remélem még egyszer átkelhetünk rajta, lányotok. Na hát ez nagyon szép volt egyébként, tehát nem szégyen bocsánatot kérni semmikor. Én már viszonylag régettem palacsintát. Lili, akkor kéred Dave-nek a lekváriát Minecraft béret kiegyenlítésére? Hoppá, milyen ajánlatok mennek itt. Ez jó lenne, hogyha feladná ezt a levelet. Tök jó volt. Itt vannak ugye versek. She's really good at rewriting her own life. Múltkor se olvastunk verset, azt This én most pretty intense. Kihagynám. I think I get it. Mert ugye kb. Tükörfordításban vannak fordítva, és így nem is rímelnek, meg ilyenek. Either Karen was desperate Már Karen for is a job, esetben keresett munkát. Or she loved working with kids. Igen. Daniel's big Daniel 10. utószületésnapja, nagyon örült neki. Na, megtartottak egy szülinapot, ott a cheaper sauce. Teszünk cheaper sauce-t a palacsintára? Valamit lelemben, közös. Their love for pancakes. Szeretik a palacsintát. Nem, hát akkor eszük a palacsintát, ennyi. Szia, Hanna és senki lánya. És Neo Psiho. Na, Zsolt! Karen írta az anyukájának és apukájának, akinél voltunk a nagyszülők, ahonnan eljött. Az ő szülei, tudod? Ahol rádölt a nagypapára a... izé... Karen letting us a szekré. Fú, van itt mit nézni, bakker. After all these years. Jó, laptopozzunk. That's something. Keresd meg Danielt, vidd vissza a teleszkópot. Nézzük meg először Sean oldalait. Brody's Nincs so mit, good azért at mondtam, hogy kicsit felidézzük situations. Őket. And seeing the good into it. Jó vagyok, köszönöm szépen. Na, nyugati törzs, Brody! Ezer éve nem hallottunk Brodyról se, idei év előtt az utolsó alkalommal, amikor beszéltem anyámmal, azt mondtam neki, hogy hagyjon békén a francba. Ezt aztán egész nyomvat családdal megcsináltam, igazi családom, akik idegenek voltak, akikkel útközben találkoztam, akikkel barátokká váltunk, nem pedig a valódi családom, akikkel idegenekké. Elfogadtam az összes online kapcsolatot, amit utazásom során szereztem, és azon vándorlók, két is, akikkel utam alatt fogok találkozni. Róluk kellene most olvasnod, azonban legközelebb, mikor anyámmal találkoztam, hospice ellátás alatt állt az utahi otthonunkban. Ugye tudtuk, hogy Brody anyukája rákos, aki visszaemlékszik a második részre, vagy az elsőre. A teste pedig könnyű és gyenge volt, akár egy háló közben. Kezemet fogta és mindenért bocsánatot kért, ami miatt eltávolodtunk egymástól felnőtt létem alatt. Anyám haldoklott, és ő kért bocsánatot, szóval sírtam, ő is sírt, a testvérem is sírt, mind sírtunk. Hát ez ilyen nagyon megható rész lesz ezek szerint, és a sok év alatt felgyűlemlett családi szarságot elfújta a széle csettintéssel, de szép dolog ez. Már nem voltam mérges, nem tudtam, hogy ilyen könnyű lesz, vagy ilyen nehéz, ez nem jelentette azt, hogy nem történt meg a múlt, vagy hogy nem vagyok felelős érte a magam módján. A testvérem azt szokta mondani, hogy én kamuliberális vagyok, mert míg én odakint voltam, hogy megmentsem a világot, neki kellett anyára és a családra vigyáznia, talán igaza volt, de azt mondtam neki, hogy meg is volt hozzá pénz, hogy vigyázzon rájuk. Basszus, én dönthettem volna a pénzügyekről, elherdáltam volna a vagyon, tönkrementünk volna. Aha. Jó. Jó, Brodyról is megtudtunk egy picikét többet. Szóval visszatértem az otthonomba, megesküdtem, hogy soha nem fogok oda, mégis visszament. Igen, nem érzi már magát idegennek, reményről van szó, tekintete szomorú nemzetünkre, szomorú országunkra, arra gondoltam, kimozdultam komfortzónámból. Rendben van, az út sosem ér véget. I miss you too, sis. Te is hiányzol, Hugi. Hope we can take some new pictures someday. Remélem egyszer majd látunk, hogy itt Laila posztolt pár új képet. Igen. Ennyi történt itt. Szia, Csenge, rendben van. Házit írok közben, rendben van. Hát
Csípőszósz, én ettem már igen csilis palacsintát vidéken, finom. Karen oldalaiba annyira nem akarok beleolvasni. Gőzöm nem volt, hogy létezik kalóz magkereskedés. Karen, ó, Karen valami munkát vállalt a megélhetésért, rendben van. És akkor nézzük meg, mi van a pendrive-on. Hetekkel ezelőtt kellett volna nézni a pendrive-ot. Nézzük a pictures-t. Filmek, matekházi, rajzok, szarságok, képek, jó, ezek vannak benne. Apjukkal egy közös kép. Laila mindig meg tudott nevettetni, aztán mégis eltávolodtunk tőle, nem jött utánunk. Man, I'm still not used to mindig nem tudtam megszokni a hőséget. Hát nehéz is lenne. Mi az? Szösz? Szem gyógyszer. Kifogyó, kígyó fogó kampó. Gotta keep my eye lube handy. A szemkenős. Glad I don't need it as much. Oké. Melltartó. She changed my diapers, but... Ő cserélte a pelenkáimat, de mégis kívülesebb így lennem. Oké. Még nem szoktuk meg, hogy anyánk szennyesét látjuk. Itt van Cassidy levele. Didn't realize how fel sem tűnt, mennyire hiányzik Cassidy hangja. And her songs. Bár lehet azért nem fura most az ízés sem, dude. Mert most mindent megennék jelenleg, az durva. Jó, bár én nem szeretem a csípőset, mondjuk sós palacsintát már ettem, én is nagyon finom tud lenni. Sajtosat ettem, sajtos, csilis, gombás palacsintát, nagyon finom. Palacsinta nagyon finom, pirított kolbásszal, békönnel, tejfölvel, sültem. Ne csináljátok, hogy éhen halok, gyerekek, küldjetek kaját. Mint nem vega, én imádom a hortobágyi húsos palacsintát. Tehát vegaként is lehet olyat csinálni. Jézusom, ne. Tényleg, még egy live felén és a vagyunk, és már csurog a nyálam az éjségtől kb. Na, kaptunk üzenetet tőle is, hol a szexi fiú, többé nem városi fiú. Jake megadta nekünk a posta címed, úgyhogy többé nem bújhatsz el a brigád elől, tudom, hogy leléptél a kórházból, és örülök, hogy még mindig Mexikó felé tartasz, mind szökevények vagyunk, de te és Daniel vagytok az út királyai, remélem végül hazajuttok, természetesen én még nem állok készen letelepedni, úgyhogy mint nem lesznek kisbabáink, akarom mondani, úgyhogy mint Colorado-ban lógunk, most az elképzelés az, hogy olyan messzire kerüljünk a nyugati parttól, amennyire csak lehet, túl sok kísértetünk van ott, nehéz elhinni, hogy Finn nincs már itt, és nem keveri a szart, bár emiatt nem hiányzik nekünk, de még előcsal belőlem néhány dalt, jóra akarunk emlékezni vele, kapcsolatban nem a rosszra hiányzol, szívesen elutaznék ebből a szarkupacból, és úsznék egyet veled újra, úgyhogy jobban teszed, ha szólsz, mikor Mexikóba értél, Sean, ne kelljen lenyomoznom téged, tessék, a számomat is megadom, úgyhogy semmi kifogás, szeretlek, Cassidy. Na, Cassidy-t meghódítottuk, teljesen jó. Dave már el is felejtette, hogy otthon várja valaki. Ez az. Akkor ezért gyűjtünk mi Mexikóba vissza. So good to have a home. Again. Meglepődnék mondjuk, hogyha hirtelen palacsintával becsöngetne egy futár, hogy hoztam palacsintát, de komolyan annyira meg tudnám most enni. Hallod, macska kaparás! Én kb. Ilyen csúnyán írok egyébként. Ki ez? Jákob? Jake? Jake is írt nekünk levelet, bocs, hogy nem írtam már hamarabb, de ez volt az első lehetőségem piherésre, Heaven Point után. Hála neked és az öcsédnek, még mindig alig hiszem el, hogy megtörtént. Olyan groteszk Sarah Lee-nek, nekem is hiányoznak szüleink, de nem árulhatjuk-e nekik, hol vagyunk. Ja igen, ő az. Pénzzel sem, amit adtál, előre kifizettem az egyhavi lakbért egy szobáért, ami kis tengerparti városkában van, Szereli odáig van érte, már sokkal jobban van. Milyen jól odaadtuk a pénzt? Ezért szoktam mondani, hogy jobb adni, mint kapni, azért szeretek kapni is, de adni még jobban. Hála a gyógyszereknek, minden rendben, a legfontosabb számomra a hugom, éppen úgy, ahogyan neked az öcséd, szerencsétek van, hogy ott vagytok egymásnak, Istennek. Hála, találkoztunk veletek, próbálom megtalálni a Humboldti csapatunkat, úgyhogy értesítelek, ha megtudok valamit. Hát ez teljesen jó, adja mi kis hősünknek egy hatalmas ölelést, rendben. Hát féljetek, már lassan átmegyünk ilyen érzelgős köszönetet mondunk minden szereplőnek, cuccra. Keren olyan fiatalnak és tövékenynek látszott ezen a képen. Hard times. Oké.
Ott van még egy vers. Jegyzet. Karen doesn't even like to leave this place just to go shopping. A városba mentünk heti elletmenni, és igen, ezt olvastuk. Nekem jó megszokott lekváros palacsinta, nutellás a legjobb. Minden palacsinta jöhet! Ilyen sorrendben. Ez is kell, az is kell. Hátizsákból kipakoltuk, amit behoztunk amúgy. Tehát akkor a két feladatunk, vidd Arthurnak a teleszkópot és keresd meg Danielt, jó? De átnéztük, ez egy kicsit hosszú olvasásos rész volt, de szükség volt már erre. Kártyapakli. It's nice to play games. Jó, újra játékokat játszani Daniel. Én nagyon szerettem kártyázni egyébként. Janával szoktunk is néha. Daniel cuccai. Nice mess. Daniel banán. Krumplipürés palacsint, tehát még nem, de banános már igen. Itt a vízszűrő. Igen. Mászunk már fel. Jó, és innen föntről lehet a tájat nézni, miben, hogy rajzolni fogunk. Gondoltam, így lenne ötösöm, kérek jutalmat, eltaláltam. Gomba. Nekem is kell. Mamusz. Milyen érzelmekről beszélsz, Dave, Max, a kaja iránti szerelmünket fejtettük ki a cseten. Hát, de én arról, amit olvastam. Az egy dolog, hogy titeket csak a kaja érdekel. Meg engem is. Got a good picture of it. I'm ready to draw now. Annyira tudtam, hogy így rajzolni fogunk, ha ide feljövök. Kis csilles. Pretty good. Rántott krumplit imádom. Azt nem tudom, hogy ettem-e. Biztos, hogy ettem, csak nem emlékszek annyira rá. Farkasfalka rajzolása, biomechnikai fantázia. Szerintem farkasfalkát rajzolt mindenki. Már azért is a bihomechniai fantáziát rajzolom, hogy ne legyen az, hogy ugyanazt rajzolom, mint mások. Vagy bihomechanikai, vagy mi volt. Meg fogok lepődni, ha ezt rajzolták többen. Jó étvágyat. Oly, milánói, azt is, de szeretem, gyerekek. Azt akarjátok, hogy itt éhen halljak. Tessék, itt a jutalom. Köszönöm szépen, Bogi, a 400 forintot. Abból még palacsintát. Hát mondjuk van, ahol már lehet 400 palacsintát rendelni, vagy nem tudom, ilyen 450-nél szoktam látni. Viccelek csak, de amúgy eléggé horror áron adják, akkor már inkább mit csinálunk Janával, sokkal jobb. Kivéve egy kicsit itt. 1000 palacsintát kihozok annyiból, mint amennyire berendelném. But Daniel's so happy to have her back. Get to know her. Nem figyeltem, Dave, JK-ket reméltem, hogy jól vannak, Brody is mindig kedves volt, igen. Úgyhogy köszönöm szépen tényleg, Bogi. Na! Akkor most már csináljuk a küldetést is. Semmilyen tésztafélét nem szeretek. Én a spagettikat szeretem, nagyon. Beszéljük meg Daniellel. Dude! Kis haver, tehetnénk piros ételszínezéket a vízbe, hogy úgy tűnjön, vérrel van tele a tartály. Aztán mindenki kiakadna. Plusz, így nem találsz ételszínezéket. Az mondjuk már zárójeles dolog, de milyen kis huncutságok vannak. Bundás kenyér, azt is, de szeretem! Ki akar annyi ideig a sütő mellett állni? Én hálás vagyok nagyon Janának, hogy ő tényleg fel kell, ha kell, fel kell 4 órakor, és nekiáll amerikai palacsintát csinálni nekem, hogy boldog legyek. Én szeretem a tésztákat. Itt vannak napelemek. Amúgy eléggé fejlett farmnak tűnik. Vagy városnak. A napelemnek amúgy van jövője, akkor nem kell elektromos áramot pazarolni, meg használni. Na nézzük meg akkor most már, kezdjük el felderíteni this a teret. This part of town is dead this time of year. I should stay around here. Itt kellene maradnom. A Daniel rajzol, lerajzolta izét, a kis haverját, nem jut eszembe a neve. Chris! Chris rajzolta le, hát hogy ne jutna eszembe. Hey, your Captain Spirit drawing. Lelkes kapitány rajz, awesome. Nagyon jó. Thanks. Köszi. Wish I could show ott meg a kiskutya. Down in Puerto Lobos? Morning, Sean.
Jó reggelt! Elég messze van egy itt alváshoz, nem? Tudom, tudom. Hol köszöntek rám? Ki köszönt? Ja, bácsi. Joe bácsi, vagy nem tudom, hogy hívják, mindjárt meglátjuk. Teleszkópot visszahoztuk nekik. Hey, what's up? Sziasztok, mi a helyzet? Jó reggelt, Sean. Csatlakozz. Adjál palacsintát, csatlakozok azonnal. Kávét ad csak. Épp időben spéci sivatagi főzetünkhöz. Nem biztos, hogy kávé. Pormentes. Köszi. So much. Nagyon. Sean, korán van az éberséghez. Én is ezt mondom, korán van még. No kidding. Na ne viccelj. Hey, milyen volt a Canyon túrád? Lenyűgöző. Megnéztük a napfelkeltőt. Danielnek is tetszett. Feliratkoztunk a Mongufta Family csatornára, és bekövettük Instagramon. Sosem megy ki a divatból, ellentétben velünk. Az a Canyon ezután is itt lesz, ha mi már nem leszünk. Igen. Köszönjük a teleszkópot. Bármikor a lányom Becky szereti a csillagokat kémlelni. Na ki az a Becky? Nézzük meg! Vajon ő bejön-e nekünk, vagy kimegy? Becky? Az igen, kíváncsi vagyok, kitől örökölte, valószínűleg az anyjától. Remélem majd találkoztok Beckyvel, én is ezt mondtam. Sokszor meglátogat? Nem annyiszor, mint szeretném, nem tudom hibáztatni, de tudod, az év egyes részeiben ez a helye tele van barátokkal és családtagokkal, például karácsonykor. Miért jöttetek ide? Jó, az a kanapé ott a háttérbe, mert meguntuk már az emberek baromságait, a dolgok változnak, de melegnek lenni még mindig veszélyes. Ennyi. Sean, majdnem 60 éves vagyok, és boldog házasságban éltem 20 évig. Még nem vállaltam fel. Aha. Nem hibáztatom a családomat, miért sokkolódtak, de nem gondoltam, hogy kitagadnak. Többi lányom szóba se állt velem. Nem szabad kitagadni senkit azért, hogyha valaki meleg. Én amellett vagyok, hogy el kell fogadni az embereket, ugyanolyan ember, mint bárki más. Miután összejöttünk, néha komoly problémáink voltak, aztán elhúztunk az öböl környékéről, jobb is így. Világos? Én is rohadtul belefáradtam már a menekülésbe, remélem Daniellel mi is megtaláljuk a saját távolunkat. Úgy lesz, az embereket itt újra kezdik az életüket, azzá válnak, akivé akarnak, akivé kellene, okos vagy. Kitalálod majd, mi legyen a következő lépés, igaz? Vénség, a magad nevébe beszélj, Papo! Papo! Testem lehet, de 25-nek érzem magam. Ennyi, én is 30 leszek gyerekek, de 18-nak érzem magam, teljesen jó. Emlékezni fogok erre a következő akármén, megnézem, mire készül Daniel, teljesen jó. Ennyit Cassidy-ről, új célpont Becky. Igen. Hát figyelj, ha Cassidy megjelenik, akkor nincsen Becky. Természetesen összekeverem ketchup-pal, ráleszeljük a sajtot. Nem mondj ilyet, komolyan itt halok éhen. Szereted az olivabodót? A zöldet igen, a feketét annyira nem. De igen, szeretem. Nagyon szeretem pizzán is, meg úgy egyébként is. Magába is megeszem. Tegnap meg olyan finom gombapörköltet csinált Jan a vacsorára, meg előtte a mákos guba vaníliasodóval, gyerekek, komolyan. Én mondtam is neki, hogy nem ízélésből, de hogy az, szerintem az elmúlt két hónapban annyit fejlődött Jana a konyhába, hogy ámulok és bámulok, úgyhogy hálás is vagyok neki. Szerinted ezt a benzinkútról hozták? Remélem nem túl aranyos. Tényleg a benzinkúton voltak ilyen autók. Nagyon nosztalgiázunk ma. Azt a mindenit! Az az 800 forintos vérfürdős, üdítős... Körte matricát küldött nekünk, köszönjük szépen, de rátok van bízva, hogy mi az, amit ott lehet, hogy csak vörös bort kínál az este. Leskelődtél? Szállj le róluk. Mi? Csak azért, mert meglátok dolgokat, még nem vagyok kukkoló. Lemaradtam, mit kukkolt, de nem baj, 800 forintért bármilyen kukkolásról lemaradok. Szerinted visszajön majd egyszer, egy perc és ott leszek. Barbecue, azt is, de szeretem! Hát most komolyan kajákat fogunk olvasni?
Nem bukit. Ja igen, az az elnek a szelleme küldte, semmi baj. Köszönöm szépen. Körte állítól a 16-nak is elmennék, pedig csak komolyan azt hitted, ennyi dick, ennyi. Én is imádom a gombapörit. Én annyira nem szerettem régen, de Janá, én nagyon-nagyon finom. This is such a weird fucking place. Rohadt furcsa hely, szék. Ül, mint a kutyák, ül! Csahol, pitiz. Nem pisil, rajzol. This place is such a trip. It's kinda like ez ilyen kis chilles, chilles epizód. You think you can see it? De félek, hogyha sokat chillelek, nem jutunk el a végére, úgyhogy. It changes. Nem chillelünk, hanem a tettek mezejére lépünk. Mozi. Love the energy. Tetszik az itteni energia. Madarok! Milyen madarok lehetnek ezek? Alkotás. Szobor. Hát gyönyörűek. Társas játék. Mit játszottak ezek? Karen and Joanne spent evenings playing and chatting. Kinda like me and Lila. Igazából a kutya ráfeküdt a telefonra és bedobta a maticákat, ha már ott voltam, küldtem egyet ezzel a kutyámtól. Akkor köszönöm szépen Cumének! Innen is, szia Cume! Majd a gazdi ad érte jutalomfalatot, remélem. Köszönöm szépen. I could get used to that scenery. Meg tudnám szokni. Jó, hangszóró, szemét, azt most nem nézegetem. Elég szemetet látok én anélkül is. Hála az égnek, a cseten nem szemetek vannak, hanem nagyon kedves mongufták. What's up, Joanne? Mi a helyzet, Joanne? Man, check this out. Már megint mutatványozunk? Okay, Daniel. Let's take a look. Okay, Daniel. Got it. Ki ez a konyhás néni? Kis kezit csókolom. That child is. Ez a gyerek. Milyen tetkója van azért? Yeah. Befigyel a tetkó. I hear this. Sokat hallottam már ezt, ne aggódj. Yeah, I bet. Lefogadom. Közben néha azért pislogok a telefonra, hogy nem hív az orvos, de hét után majd rácsolok, halál komolyan. És ne aggódjatok, már jobban vagyok, csak még van egy szövődmény, ami nem múlt el teljes, és emiatt kell egyeztetnem vele. Sokat kell még tanulnom, firkálgatok. Sokat kell még tanulnom, legyünk szerények! Talent? Thanks. But I still have a lot to learn. Legyél olyan szerény, mint én vagyok. Csak a hülyék hiszik azt, hogy mindent tudnak. Nem baj, ha nem ismersz dolgokat. Ne aggódj annyit, hogy mi lesz a vége. Egy művésznek minden héten hinnék e kell. Nem vagyok művész, mindig művész akartál lenni? Miért vagy most itt? Hát hallod, beszélget velünk, és akkor figyelj! Nem vagyok művész, mindig művész akartál lenni, és akkor visszakérdez ilyet. Mi vagy most itt? Esküszöm, benyomom. Miért kötöttél ki itt? Egyszerű, egy kicsit paraszt uhanzott, elkezdtem eladni a munkáimat jó pénzért, és amint megtettem, mindenki ki akart használni. Figyelj, ha művész akarsz lenni, az leszel. Nem mindig egyszerű, de végül rohadt jó lesz. Ha már szóba hoznak, nem segítenél? Nem tudom, hogy menne, de hogy mi? Rajzolni kell, festeni? Testre? Falra? Szőnyegre? Segítek. Okay. Sure. Én vagyok a legjobb művész, kikér, úgyhogy figyelj. Itt a Mongufta Family vezetőjeként 100% hogy olyat festünk, hogy hallod, mind a 10 ujjad megnyalod. Nem erre szokták mondani, de én most összekötöm. Hasznos te jóval. Vagy szobrot csinálunk? Szobrot csinálok a szemétből. Ja. Következő művemhez szeretném, ha összeillesztenéd ezt a 3 darabot. Puzzle! Amármint a puzzle! Csináltam egy sablont, hogy mire is gondoltam. De rajta létte a művész. Tehát 3 különböző szobrot kell összemosni. Akkor a centrifugát kihagyjuk, és úgy összemossuk ezeket, mint a szennyes alsógatyákat és bugyingókat. Csináljuk meg! Fém has, fém kar, fém fej. Fém Dave. Fém has, fém kar, fém fej. Alul legyen a feje. Fém fej. Nem. Fém has legyen alul. A kar. Húj, de nehéz ez a feladat. Legyen alul a fej. Nem az olyan túl sablonos lenne, nem? De legyen az alja a fej. Most pedig...
Let's move. Rakjuk fel a palacsint a fejet a következőnek. Ezt figyeld. Oké. Gyönyörű művem mindjárt elkészült, tessék figyelni. Lehet ugyanezt a darabot ajánlod, nem? Tudod, milyen a művész, másképp lesz és tesz dolgokat. Jó, jöjjön a fém has. Okay, Daniel. Can you? Azt nézem, hogy közben miért akarok leesni. A földgolyót rátesszük oda a fejére. Csoda szép lesz. Oh, I see where you're going with this. Fordítsuk meg a fém fejet. Sean is about to show you, Daniel. Keep watching. Okay. How about turning that pancake head? Watch this. Hallod? Okay. Még egyszer. Spin that pancake. Spin. Pörgesd. Pörögjön. Most szivatom ám csak még egyszer. Now turn that small one. There he goes. Jó, befejeztem a szórakozást. Teljesen jó. Ezt is balra. És ez egy elleszünk egyébként éjféli. És tegyük rá még a tetejét, na. Fémkar. Az a művészetemet nem lehet félbehagyni. Azt hittem azt, hogy szemetek vagyunk. Gomba mártás a kedvencem. Az is jó. Oly, de szép lett! Hát szerintem ez itt tökéletes. Bár még lehet, hogy fordítsunk egyet. Így. Yo, can you turn that, that, ilyen művet senki nem rajzol nekem. Hű, de jó lett. Ja, hogy ezt így kéne megcsinálni, vagy így is jó? Azt mondta, a művésznek szabad akarata van. Én szabad akaratomat használom, sajnálom. Nem kopizom le. Mondd, hogy jó. Almost done. Well, I think this is it. Looks good to me. Only if the muse approves. Csak ha a múzsa egyetért, nem így képzeltem. De ez is klassz. Na azért, szép munkát végeztél. Well, Sean, Daniel? I think art. Azt hiszem, művészet nálatok DNA. Családi vonás. There's no escape. Hát igen. Azt hiszem, mára elég volt. Thank you so így much. Nekem nagyon tetszik. Okay. Nézd meg. That was fun. Mókás volt. Oda nézzé. Joanne is so chill about her art. That's cool, Joanne trusted me to help. Hát ennél szebbet még nem láttatok. Ilyet kérek Budapest központjába. Yeah, I've read about it. It's a video game, right? Milyen yes. Videójáték? And lemaradtam. You want in it. Miről beszél? Fortnite vagy Minecraft? Show me then. Precarious patriot, shrouded in dust. Burkolva. You okay, Joanne? Jól vagy? Yeah, as fine as frogs here, sweetie. Ja, Overwatch. I need to take jó, a look ennyi. At the piece after I'm done working on it. Segít, hogy hozzá kapcsolódjak. Jó. Cool. Gyönyörködjél a munkámban. Well, thanks for letting me be a part of it. Következő feladat, várd meg Karen, míg thank visszaér. Oké. Okay. Nagyon szívesen! Ó. Oh. Beszéljük ezt meg? Dude. Kis haver, emlékszel, mikor bealudtál azon, hogy Bollywood filmen? Mert olyan béna volt klassz rajzfilmek után. Whatever. Mindegy. You miss Priya and Stanley teaching me how to dance. No, I didn't. Szerintem mindjárt lassan körbenézünk, csak Karen érjen már vissza. Bár azért még van itt mit nézni. Kaktusz. Nem szúr meg? Nem. Dekár. Akarom mondani, teljesen jó, hogy nem szúr meg. Igen, azt gondoltam. Nem ismerem az Overwatchot, csak láttam már belőle videót. Na. This part of town városnak ez a része kihalt. Magyarul eddig enged a játék eljönni. Szuper farkasok, El Diablo Locónak vétel.
Mondjad, tesó! Elrejtettem valami szuper jót, amit meg kell tanálnod. Tanálnod! Tanáljuk meg! Rejtett kincse! Oké! Keressünk kincset! Cseten megtaláljuk, vagy hol találjuk a kincset? Ti vagytok a legnagyobb kincs mongufták. Mindenki, aki most itt van, mindenki. Meg kell találnod két tárgyat, amit elvezetnek a kincshez. De akkor adjál támpontot, első tárgy egy olyan helynél van, ahol sok szárny van, amik nem tudnak repülni. Ez egyszerű a madárizék, ezek a madárszobrok. Ennyi. Ez a nyomod? Menni fog, bátyó. Biztos vagyok benne, hogy a madárszobrok felesleges anya lakókocsijába benézned, kint van. A madárszobrok lesznek. Jó, még egyszer, mondd el újra. Tehát az épület előtt van, amit fúj a szél. Fúj a szél, valami szél. Ott van fönn! Na várjál! Mi, hogy kerültél oda? Nem vagy már messze. A szélmalom vagy mi a rákom ez? Ez lesz az. Közeledsz. Megvan! Rájöttem! Másodszorra megvan! Ez az! Ott a nyom! Egy rajz. Térkép. Ahoy, matey. Ahoy, matróz, találtam egy térképet távolról. Ez az. Ne veszítsd el, mert párosítanod kell majd. Got it. Jó. Második. Második dolog megjelenés, hogy találnod kell valamit, ami megeszi a napsütést. Ó, a napelemek vagy mik? A napelem! Napelem! Bár mondjuk a víz is megeheti, mert fölmelegíti a meleg vizet. Ez nem lehet? Nem. Milyen rúzsos nő van ide rajzolva? Meleg. De várjál, hol a napelem? Ott nem a medve lesz. Nem vagy már messze. Tudja, hogy a napelem. Melegszik. Az lesz az. Jó, ezeket megfejtettem. Az antenna az. De ezen belül hova rakta le a cuccost? Meleg. Igen. Matricák. Megpróbáltunk önellátott lenni Mexikóba. Nem ez lesz az. Vagy ez az? Vedd fel a matricát! Szeretném Mongufta Family-s matricát, akkor az utolsó három tagságnál tag leszel, alapból jár mellé. Szuvenír begyűjtve. Közeledsz. A víz! Nem. Nem vagy már messze. Most szivat engem. Vízszűrő? Nem vagy. Ja, ott vannak! Ezt kerestem! Ez az. Napelemek. Pont ott vagy. Csak néz körül. Hol a cucc? Pretty smart. You're never gonna run out of sun. Vagy nyerd meg, igen, az is egy opció. Többek közt. Valamit ide rakott le. Égett. Ott van! Csak meg lett. Jó, van, feladvány, az ment. A kincs. Úgy néz ki, itt a ház, tábortűz, itt a izé, Dave meghatározó, a izé, meg a másik izé, valami romkocsiknál van az X, egy csomó romkocsi, az út végén, jó. Found it. Megvan, ez nice. Az. And it's a... És ez egy tracing paper sheet pauszpapír, lapvörös kereszttel. Most pedig párosítsd a másik papírral, és a kincs tiéd. Ahoy, matey! Ahoy, matróz! Azt hiszem, megvan az egész kincses térkép. Nagyon szeretik a Life is Strange készítői a kalózos dolgokat. Remélem, tudod, hová tartasz.
Ott lesz a kocsiknál. Menő térkép lett, kis haver, bizonyám. Itt lesz. Az jutott nekem is egyből eszembe. Nem vagy már messze. Itt volt valahol, na várjál! Itt vannak a kocsik, bal oldalt. Ide dugta el a gyerek akármit. Szia Józsi! Valamit ide tett. Itt vannak az autók. Na várjál, az autóknál, mert meg reflexből nyomom, mint a Fortnite-nál térképet. Aha. Itt nincsen ilyen ágy. Meleg. Te égsz. Vissza. Hideg, mint mindig. Szivat. Ne írjatok előre spoilert, köszi. Láttam, de amúgy nem segített sokat. Közel vagy, Sean. Hol? Nem vagy már messze, igen. Az a doboz ott alatta? Aha. Jó, megvan, kiszúrtam. Kiszúrtam. Jól vagyok, köszönöm szépen. És veled mi újság? Looks like something's buried here. Vagy egy kulcs? Mi az? Ja, nem a dobozt vettük ki. Ó, oh, egy medál. Azt hiszem, megtaláltam a rejtett kincset. Na, ez a kis mellékküldés teljesítem. Ugye mondhattuk volna, hogy nem érünk rá. De régi autó alatt találtam, olyan, mint az arany, ugye? Nem vagyok aranyásó, de jelentősnek tűnik. Ez az. Tudod, mennyi az idő? Ő 6 óra 42. Oké, Veronika. Üdv újra. Rajta táncolj. Táncolj, akarom mondani, igen. Nyomjad neki! Mindenki táncol! Nagyon jó. Ezt is begyűjtöttük, oda nézé nap. Nagyon jó. Végre lesz egyszer egy játéknak spoiler. Ja, semmi nagyon nem, most keltem fel, nagyon fáradt voltam, értem. 100% hogy ő az. Vettem. Akkor segítünk neki a zacskókkal. Hazajött a mutter! Na, segítsünk anyának. Én is itt nyomtam. Háj, szuper vagy. Ott jön az autó, üssel, gyere! Dehogy is. Hol jössz? Hát itt a autópálya. Ha, autópálya, ja. Oké. Rendben van, Mirtil. De nem tudom, mennyiről maradtál le igazából, de... Watch out! Az tényleg nekem jön. Hát normális vagy? Én csak vicceltem, hogy üssel. Jöttem segíteni! Hey! Glad to hoztál nekem csipszet és palacsintát? Hey! Hey! Good morning. Jó reggelt! Howdy, Sean! Halli, hey, Sean! Sziasztok! Mi a helyzet? Milyen volt a városi kiruccanás? Utálom ezeket a túrákat. Úgy néznek ránk, mint a űrlények lennénk. Itt jönnek a homoki emberek. Szökevények ajándékokkal tértek vissza Das Kapitalból. Na, jó a hangulat. Legközelebb velünk jössz. Ha, nincs az a pénz. Jól nézel ki? Mi a titkod? Napi szinten daszolok a halállal, és hidratálok. Ó, persze. Ne feledjük a finomságokat. Adjad a palacsintát! Köszi, angyalom. Tessék. Te vagy az ász, Karen. Később találkozunk. Na, mit hoztál nekem? Hey! Hey! Szóval, srácok, milyen éjszakátok volt a kanyonban? Elképesztő. It was amazing. So many stars. So quiet. Csendes. Jó ötlet volt. Tudtam, hogy tetszeni fog. Csillagleső. Örülök, hogy láttad. Hi, Mom. Szia, anya! How was the town? Milyen volt a város? A városi élet gáz. De van valami neked. Kapd el. Oh, yes!
Igen. Thanks, David. David, én vagyok. Akarsz játszani Danny fiú? Én apa folyton játszottunk, de már sokkal ügyesebb vagyok. Nem számít, mi ment keresztül, úgyhogy gyerek szeretne lenni és játszani. Nagyon helyes. Nagyon helyes. Régóta nem volt ilyen. Mind jó hatással vagytok rá. Ideje volt már camping setnek, fiúk. Remélem Daniel nem ijedt meg a rákcsálóktól. Ja, többé már nem. Sokkal rosszabbat is látott. És ettől csak erősebb lett, és meg tudja, hanem igazad, úgy tűnik ki is mutatja, lehet túlságosan. Már egy hónapja itt vagytok. Egy hónap eltelt ezek szerint a sztoriba. Megérteni Daniel nem tudja a képességét. És ez megijeszt? Does that kind of scare you? Me? Goddamn right it does. Persze, hogy meg. Sosem találkoztam senkivel, akinek szuper ereje van. Nyugi, én sem. Próbálok jó befolyást, sokszor nem könnyű, de... Hallgat rám, nem tudom, jól csinálta. Meggondolom, sosem tudhatod igazán. Figyelj! Felnevelni egy gyereket a legnehezebb munka a világon. Higgy nekem. Egyszerűbb volt harcolni. Nem érdekel, hogy házas-e. Vannak gyerekei? You didn't tell me you had kids. How many? Mennyi? None. Egy sem. I was a stepdad. Mostoha apa voltam. Or, in vagy, her case, ahogy ő mondta. A step douche. I'm divorced now. Már elváltam. But I never halála előtt sose volt lehetőségem helyesen cselekedni. Akkor őzd meg, vagy valami ilyesmi. Before she died. Mostoha lányommal. We were like olyanok voltunk, mint tűz és a víz. And she was always starting shit. Mindig elkezdtem a és gondolom nehéz a gyereknek egy új apával, különösen amelyik olyan, mint én. Fogalmam sem volt, hogy bánjak vele. Hát, hogyha nem volt saját gyerek, az biztos, hogy nagyon nehéz lehet. Anyway, egyébként nem kezdheted újra, nem. Köszi a beszélgetést. Ideje nekiállnom a szállításnak. Segítsünk neki, ha lehet. Találtam pár furcsa rákcsát a városban. Add ide, megeszem! Később találkozunk, Sean. Eddig túl idillikus. Oké, időt kérek. Elolvadok. Ez király volt, anya. Most már értem, miért nem baseballoznak a sivatagban, sokkal jobban dob Sean-nál. We're not done itt out még here nem yet. Végeztünk. Let's get this vigyük food be az ételt, mielőtt elolvad. No. Közös bepakolás. Rendben van, Anna, köszönöm, hogy itt voltál. She's so cool. You think? Joanne is so cool. Olyan klassz. Stanley is so cool. Stanley olyan klassz. The heat is so cool. A hőség olyan klassz. You're way too easy, nagyon bro. Egyszerű whatever. Vagy, tesó, can't help mindegy. It if I like Karen. Just be you and I know. I'm just saying, don't get too cozy. Ne rendezkedj be túlságosan, ez csak egy megálló. I know. Aha, nem akarja, hogy túlzottan beleélje magát. Ott a banán! Hoztak banánt. Meg kenyeret. Meg nem tudom, olyan, mint a Pringles. Meg... gabona pejhet. Bevásárló lista. That's marked that everybody takes turns. Mondjuk, hát ezt már minek nézem meg, most hozták be. A férfi csak szerintem hasonlít Chloe apjára. Kicsit hasonlít. Szerintem is. El kell ismernem, hiányzik az édesnyugati időjárás néha. Északnyugati. Elhiszem. You've been here over már egy a hónapja now. Itt vagy. What do you think? Mit gondolsz mi kis oázisunkról? Túl unalmas nekem mindenki, klassz, ez egy más világ. Legyen ez. Diplomatikusan like ez egy más világ. Don't even know how to describe. Nem tudom, hogyan írhatnám le. I think you just szerintem did. Pont it azt tetted, van egy egyedi légköre. That's why people come azért jönnek ide az emberek country, szerte az országból. For their own saját reasons. Indokokból. Not perfect, nem tökéletes, de megteszi. Száműzetként éltek, olyan békés itt. Legyen ez. Remélem megérte, nem könnyű élni akár a társadalom száműzöttje.
Nyilván nem. We ought to be almost szinte teljesen önellátónak kell válnunk, és ez egy nagyon magányos élet. Azt hiszem, klassz, hogy találtatok egy biztonságos helyet. Még itt sem szökhetsz el a valóság elől. Tudom, éppen csak külön élünk tőle. Nem tudok itt élni, hogyan találtál rá erre a helyre? Megkérdezzük. Szóval... végül hogyan kötöttél ki? Ez a hely nincs is a térképen. Ökörapáti! Ahogyan a többségünket elsőre valaki megi, miután semmi sem sikerült New Yorkban, szerencsém volt, találkoztam vele Floridában, neki nehéz élete volt. Ez a hely volt az ő, akár milyen már régen elment, de a neve sok helyen olvasható ezen a helyen. Nos, köszi, hogy idehoztál minket. Oson. Nem fut, hanem Oson. Örülök, hogy segíthettem. Egyébként elő tudod keríteni a testvéredet, hogy beszélhessünk? Minden rendben? Lehet, hogy eddig lehettünk csak ott. Csak azt gondoltam, hogy együtt tölthetnénk a napot. Mi hárman. Úha, ez biztos... Nem volt még komoly döntés a mai live-ba egyébként. Tehát, hogy szuperfarkasnak gyere ide. Most gondolkozok, hogy még nem volt eddig a megjelenő komoly döntés, eddig csak chilleltünk kb. Meg nosztalgiáztunk. Hola! Hola! How about a truck? Mit szólnál ma a kanyon körüli túrához? Benne vagy? Na. Majd itt lesz talán, hogy megyünk-e vagy nem? Itt se. Eddig nem volt döntés, pedig én döntésképtelen akarok lenni. Na jó, nyilván nem akarok az lenni. Na, este vagyunk. Este van. De szépek a csillagok. Amúgy a csillagos ég így nagyon szép meg minden. Tényleg nyugis. Túl nyugis. Gyanús. Nagyon gyanús. Annál a pataknál kellett volna tábort vernünk. Pont jó helyen volt. Ezek után jól fog esni egy kiadós alvás. És az autó csak egy kilométerre van, bár ez a hely is klassz hálószobának tűnik. Öregem, hulla vagyok. Bocsi. Csak még egy dolgot hadd mutassak, srácok. Nem tudok betelni ezzel a helyjel. Gyerünk, Daniel, add a kezed. Na. Lassítsanya, túl gyors vagy. Több séta, kevesebb beszéd. Aztán le is hagysz. Ugye jössz, Daniel, nem maradsz le. Ezt figyeljétek. Tényleg olyan gyorsan megy, hallod? Ilyen a természet művészete. De szép. Olyan nagy. És szép. Ez én vagyok. És olyan csendes. Hát mondd, nem biztos, hogy én vagyok. Ragadozom madarakat, s figyelj. Listen, serious? If we're lucky. Szerencsét van, igen. Elijeszti a madarakat. I hear a wolf. Egy farkast hallok. Jobb, ha vigyázz a vadászokkal. The wolf brothers aren't afraid of farkas testvérek vadászoktól se félnek. You must hide. Biztos sokat túráztál erre, anya. There's not a lot to do, but it's enough for me. Erre nincs sok tenni. Azért mondtam, hogy nem vagyok csendes. Oh, I bet she would be fun to go hiking with. Well, not when I go too fast. She's all about the journey. We usually find a good pace. Usually. Túl gyors. Joanne is like Sean. Joanne olyan, mint Sean. Alkot ezért folyton minden megnéz. You're way more like te inkább olyan vagy, mint én. Gyors. Yeah. Olyan vagyok, mint te, Daniel. So let's hurry up. Úgyhogy siessünk. Feljöttünk a kopárhegyre. Szeretek ide járni, hogy távol kerülhessek. Úgy mindentől? Away. Távoltól. Szép ez nagyon. Elhiszem. Ez a legjobb hely.
Mindjárt lecsap valami vadállat. Üljünk le, nem csap le itt semmi. Kiki nyugalomban, igen, igen, igen. Pacsi Bogi, legalább nem vagyok egyedül ezzel. Dave, ez a rész eddig annyira nyugodt, hogy itt ásítozom. Annyira nyugis, hogy mindjárt elalszom. Igen, én is ezt érzem amúgy, nagyra értékelem, hogy ilyen sok egy. Ez a tipik ez, hogy de miért kellett ez a rész? Enélkül is ellettünk volna, hogy lezárjuk, hogy elmenjünk anyukával előző részbe, az vége a sztorinak. Tehát eddig tényleg nem bántani akarom a gyártókat, de őszintén semmi nem történt, ami olyan hú de ízére méltó. Sokat segítettél, bánod, hogy elhagytál minket, jobban megismerhettünk. Hát nem kérdezzük meg ezt. So, now that you know what's better, ez már nekem is túl chill. Regret leaving and everything? Elmentél meg a többit? I made a decision. Eldöntöttem, hogy többé nem bánok semmit. Although you two would be the best reason. Habár ti ketten vagyok rá a legjobb kivételek. Kitérő válasz, de mégis jó. Just know, I csak tudjátok, hogy mindkettőtöket nagyon szeretlek. And I'm proud of who you are. És büszke vagyok arra, akik vagytok. És where you're going. Amiért küzdötök. Dobjuk fel a labdát, velünk jöhetnél. By the way, if you wanted to, ha akarod, you could come with us. Velünk jöhetnél. To Mexico. Mexikóba. Klassz lenne. I would love to come to you. Szívesen látnám, ahogyan letelepedtek az új otthonotokba. You're almost there. Már majdnem ott vagytok. But de I have to be upfront. Őszintének kell lennem veletek. What happened in Haven? Ami Heaven Pointban történt, végül utolér minket. Huh? Ha? What do you mean? Hogy érted? When we were in town, mikor a városban voltunk, láttunk pár cikket a lapokban. The feds are definitely tracking us down the region. Biztos figyelik a környéket. And they'll find us. És ránk fognak találni. Well. Nos. Figures. Jellemző. Én is kezdek el álmosodni, srácok. Szóval ennyi. És így lezárnak ezt a részt, akkor az értékelhetetlen lenne számomra. Holnap elmegyünk. Na, végre egy kicsit beindul a sztori. Már bocsánat, annak nagyon chilles meg jó volt ez, de tényleg nagyon lagymatag volt a rész. A többihez képest főleg. Tehát nem olyan, mint a Life is Strange-el játszanék, olyan, mintha a House Flipperbe házat takarítanék kb. Ott se ér több izgalom. Három perc és 19 óra dév. Tudom, muszáj leszek megpróbálni, de akkor sincs garancia, hogy elérem. Szia, Yagami Light! Na, ez szép legalább. Világítsuk be az eget. Meglep, hogy ez nem copyrightos egyébként. De ezek a lámpások jól néznek ki amúgy. Mert várjatok már, a copyright be van kapcsolva, nem? Igen, akkor ez nem copyrightos zene, ez a hú, nagyon jó. Így is lezárhatnánk amúgy. Azaz. Jó volt, de
hány órája megy, és nem történt nagyon olyan... Hú, de semmi nagy döntés nem volt 87 perc alatt. Én azt azért kicsit hiányoltam. Jó, kerestünk kincset, ami aranyos volt. De úgy gyakorlatilag ennyi volt. Persze. Mindjárt elmegyek szünetre, mert meg kell próbálnom telefonon elérni az orvosomat, aztán utána jövök vissza. Remélem, hogy sikerül elérni egyáltalán. Mindjárt összepakolunk. Kávézgatunk. Készen álltok az indulásra? No. Nem. Ön anyukával akar maradni, kár, hogy megint mennünk kell. Azt hiszem, eléggé félek. Oh, honey. Ó, kicsim. Milyen messze van a határ? Legyen ez. How far is the border? Nem olyan far. Messze. Maybe a talán 5-6 órányi kocsival. It won't be easy. Nem lesz egyszerű átjutni azon a határon. So, szóval adok nektek egy kis előnyt a rendőrökkel szemben. Hogyan? Ez engem is érdekel. Rendőrök engem is keresnek Nevadában történtek miatt. So, úgyhogy helyettetek elkaphatnak engem korrekt üzlet. Anya, börtönbe fogsz kerülni, mert segítesz nekünk. Most nem rólam van szó. Na, ez mondjuk már egy haladás, hogy feláldozza magát, értünk. Köszönöm. Thank you. So much, Karen. I knew what I was doing when I came to Haven Point. Mikor Haven Pontba értem, megkeresem a testvéredet, úgy éreztem, ez volt a helyes döntés. And I feel the same. És ma is így gondolom. I tried to live a saját szabályaim szerint próbáltam élni. No matter what. I don't nem várom expect el, hogy ti is így tegyetek. Like de legyetek hülyek önmagatokhoz. És a ti életetek. Don't let anybody get ne hagyjátok, hogy bárki is tönkre tegye, vagy valami ilyesmi. Apa nem erre tanított minket. I don't know. Dad didn't raise us this way. He was a rebel, lázadó volt, az igaz, he wasn't a de nem bűnöző. He didn't teach nem us azt tanította, hogy szarjuk le. Fuck it. Esteban sokkal jobban hitt nálam a rendszerben. I had to do shit nekem magam útját kell járnom. Look, nézd. I only want you csak Daniel azt akarom, hogy te és Daniel megkapjátok, amit megérdemeltek. Most megkapod, amit megérdemelsz. Okay. This is the last ez az utolsó round kör. Wait, mint a pálinká, akarom mondani, hadd köszönjek el. Right. Jól van. I'm még egyszer go do ellenőrizzem one last a kocsit, mielőtt elindulnátok. And don't forget, és ne feledd, miről beszéltünk. It's your life, ez a te életed, Sean. You should go see David. Benézhetnél Daniellel, van valami a számodra. Okay. És az, hogy mit tartogat a számunkra, azt megtudjuk. Benyomom a 20 perces szünetet, mert nem tudom, mikor érem el telefonon az orvos, nem biztos, hogy lesz 20 perc, sőt, ha nem érem el, akkor pedig folytatjuk, és majd írok egy e-mailt, hogy hívjon fel. Úgyhogy szünet, addig is legyetek a közelbe, hozzatok enni, innivalót, menjetek el pisilni, és folytatjuk, reméljük több izgalommal. De köszönöm, hogy itt vagytok velem kitartóan, és nézzük, hogy hova visz az utunk. Úgyhogy 20 perces benyomok, meglátjuk, mennyi kell. Mesékben még néhány királylány, hogy megtöri csúkja a boszorkányát kár. Aztán megkérem a kezét, és végül szül majd egy kis babát. De király hibán, mégsem változott pillanat.
király. Király! Don't stop music! Itt járj a Bee Gees-zel. A korlát makinek kell, a testet szabadítsd fel, s ne ellenkezz a szíveddel. Látom, hogy rám vágysz, ne jázd az fézikét, válasz csak engem is, ne holmi győzikét. A romantik, ha neked gáz, hát funkit nevelünk ráz, ahol igaz, el jobban jársz. Nálunk a szöveg mindig meredek, hogy funkit járj a Bee Gees-zel. A korlát makinek kell, a testet szabadítsd fel, s ne ellenkezz a szíveddel. Látom, hogy csíper a csípem, nem csoda, Travolta sem volt még ilyen jó soha. Hát kislány, ne szaladj el, a funkit neked is kell, ne ellenkezz a szíveddel. Baby, gyere már, nem kis bulivás, amíg az élet tart, előz minden baj, a funky mindig baj. Bárhogy takarod, látom, nem akarod már a romantikát, sem a győző, a zsuzsics, a kapinkát. Hát kislány, ne szaladj el, a funky neked is kell, ne ellenkezz a szíved. Hotel mentolnám,
valamint három samidőn. Az erdőcs mezőt járám, eltűnődik, hová lőm az rím. Mely időn, vitéz mátyás király urunk, mennybe szállas érette dapkes iránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most ön csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim tömmerengének télen, szép Dunánk hömpölygő olaj tengerében, s eltűnődék, hová lőn az jég. Meg büszke várát, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most ön csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Vagyok, srácok, köszönöm a türelmet. Gyakorlatilag annyi van, hogy nem tudtam elérni egyelőre az orvost, írtam neki egy e-mailt, aztán, hogyha hív, akkor felveszem, ha nem, akkor holnap délelőtt újra próbálom, ennyit tudok tenni. Úgyhogy megyünk tovább, próbálok a játékra koncentrálni. Na, tehát elvileg valamit még elraktak nekünk, vagy ilyesmi. Régi ajándék, csoportkép, versek. A laptopot áttette ide, vagy lehet, hogy eddig is itt volt. Osszátok meg Instán, hogy folytatjuk, most nagyobb szünet volt, lehet, hogy sokan még nem értek vissza, ne maradjanak le. Tehát hova kell átmennünk? A másik helyhez, vagy a másik lakókocsiba? Talán. Kaptunk pénzt. Ja, $16, tényleg. Azt akartam mondani, hogy hol kaptunk pénzt. Tényleg kaptunk. Sean. Hey. Szia. Karen said you wanted to see me. Karen mondta, hogy itt vagy ide előbb, de bent a rendőrségi rádiót. Vedd el. Addig felteszem ezt az új rendszámtáblát a kocsira. Persze, rajta vagyok. I'll join you when I'm done. Ügyes vagy, Chris. Szuper vagy. Szia újra, Bogi. Rendőrségi rádió, használjuk. Okay. Szia, Simona, köszönöm, hogy beköszöntél. Okay. We gotta search between 140 and 160. 160? Azt írta, 160-on kell legyen. Nem? This place has too many adults, but I'm gonna miss it.
Ott volt valami. Back to our caller talking about climate. Mm-hmm. Nope. Definitely not. De csak el kell venni, jó? Igen, itt láttuk is többször. Having a lovely morning, no. That was another class. Nem az volt. Trying to shut down our way of life, just to punish us. Ott volt valami. 136, listening. We've got jelentéseket kaptunk egy. Is this it? Ez lesz az. Sam's. Now we can spy on the cops all the way to Mexico. Után. Ennyi. Thanks, David. You big rebel. Na, most már ilyet is tudunk. Törött TV. Milyen van még itt? Ott egy kép. Must be his ex-wife. Biztosan a volt felesége. He's changed so sokat much változott. Since this. De ez az a David More! Hoppá! Hoppácska! És tényleg. Nem csak hasonlít, hanem ez az a David. I feel you, David. Örülök, hogy küldtél képes lapot Joyce-ról. Aha. Tudtam. Nekem csak hasonlított nagyon. De nagy! Must be his ex-wife. Király. He's changed ez jó so much húzás since volt this. Benne. Szia, Mufi! Na most fogunk elszokni a határhoz. Javítják a kocsit. And your mom's car is already autója kész az indulásra. Did you get the police scanner? Eltelt a rendőrség akármit. Jaj, megtaláltam a rendőrségi hullámhozt. How about that? Nem semmi szép munka. Now. Na most. You'll always want to know mindig figyeld, mire készülnek. No. Így nem lesz semmi meglepetés a határig. All right. Jól van. This is the ez egy leggyorsabb út. When you get there, mikor odaértek, menjetek át a két állomás között. Now, most pedig you have to el kell hagynod a főutat, majd egy darabig át kell menned a sivatagon. De Karen kocsijával ez nem lesz gond. You got all that? Megjegyezted? Persze, mindent megjegyzek, sure. Hallod. Think so. Sean. Sean, ezt tudnod kell. The police a rendőrség on your forró nyomon van. Ojjaj. You only get one chance here. I'm not trying to be a nem dick. Akarok bunkó lenni. Just csak őszinte. Honest. I know, David. Tudom, thanks. David, köszi. Here. Have a seat. Mi történt? Lemaradtam, mondjuk lehet, hogy jó is. Don't mean to order you around. Csak modik, Bogi, írd meg, mi történt, mert lemaradtam. And yes, igen, gyanakodtam, Karen felbukkant kettőtökkel. De azután egy ideig figyeltelek téged és az öcsédet, azt hiszem már értem, mi mentetek keresztül. Jó, nem nyitom meg, nyugi. Ja jó, ne spoilerezzünk, tényleg kértem. Úgyhogy az most indokolt. Pretty much. Not comparing nem akarok myself, példálózni, de nekem is át kellett mennem a saját poklomon. Otthon is, háborúban is. Hát igen, erről le tudunk azért. Nem tudtam, hogyan kezeljem az érzéseket. Ó, így már megvan ki a mostoha lánya. Are you talking about your stepdaughter? Yeah.
Some rich fucking kid shot her at school. Az iskolában, where I was supposed to protect her. Kellett volna védenem, de ő és én hated each other on sight. Egymást. But once I lost her, de amint elvesztettem őt, everything became clear. Minden világossá vált, hogy milyen önző és ostoba voltam. I should have listened to Chloe. Figyelnem kellett volna Chloe-ra. Instead of ahelyett, hogy piszkál. All of my fuck-ups. Már minden hibámat kristálytisztán látom. Legalább megbánta a hibáit, ez nagyon jó. Sean. Sean. I'm gonna do everything minden I megteszek can azért, hogy kiutassalak titeket innen. That's my duty now. Ez már kötelességem. Szerintem így jobban néz ki szerintem. Egyenes akarok lenni veled, rendben. Okay. Yeah. Okay. Of course. I know. Tudom, you guys hogy got screwed. Megszívtátok. But you think azt hiszed, nobody hogy will soha ever senki believe nem fog hinni neked, but de the truth az igazság veled is van. On your side. You and Daniel te és Daniel just nem hide out bújkálhatok forever örökké. Is that how így you see magad 10 évvel később? If you step ha felvállalod up and face the law, és szembenézel a törvénnyel, you can be free. Szabad leszel. Sooner előbb than vagy later. Ezt mondjuk nagy döntésnek betettem volna. Új életet akarok. We've come too far now. We just want a new life. Mi csak új életet szeretnénk. That's it. Ez minden. I understand. I do. Tényleg én próbálok. Trying to be the adult. Felnőtt lenni. You're túl fiatal too young ahhoz, to be dealing hogy with szembenéz ezzel a all sok this mindennel. And és Daniel is Daniel growing up gyorsan fast. Felnőtt. Too fast. Túl gyorsan. That's what I'm worried about. Éppen miatt aggódom. You made it here. Eljutottál idáig. So, úgyhogy tudom, hogy jó úton jársz. I know you're on the right path. Oh. Fel kell vennem, I really have to take this. Bár engem is hívna telefonon a doki. Hey, Joyce. Szia, Joyce. Right on time. Épp időben. Hello, Malianna, Malianna, mi újság? I'm good. Fúrót nem rakom el? Kávét nem iszom meg? Kihallgassuk? Don't worry. Ne aggódj, főleg akkor dolgozom, mikor lement a nap. Nem hallgatjuk ki. Okay, old gal. Let's check you out one last time. Még egyszer utoljára ellenőrizzük. Na, tök jó, nekem is túl nyugis. A hátizsák, készletek. Daniel, do you copy? Daniel, veszed? It's time to wrap it up. Ideje indulni. Be right there. Over. So, most jön. Did you get to say el tudtál köszönni to a távoltól? Yeah. Ja. Kind of sad. I know. Are we leaving yet? We have to. Muszáj. Come here. Na, go. Mom. I'm gonna miss you. I'll miss you too, Danny. It was amazing to spend this time with you. I'm so damn proud of you both. And what you're gonna do with your life. And if you ever need me, I'm just around the corner. Okay, Mom. Thank you. Hát mondjuk, ha lecsuknak, akkor nem. De amúgy is szép pillanat volt. Well, Sean, this is it. Na, első nagy döntés. Megölelem anyát, vagy nem? Hát ő fel akarja adni magát a rendőrségen, hogy mi elérjük a célt, de vele is maradhattunk volna, amit kicsit bánok, hogy nem, de amit értünk, tett meg minden, meg kell ölelni. Thanks, Mom, for being there. Thanks for letting me, son. Tudni kell megbocsátani. Let's hit the road.
Na, menjünk. Igen, igen, már volt egy rész, hogy beáldozza magát helyettünk a határnál elvileg. Volt egy előző beszélgetésben, Mufi, majd ha visszanézed. Take care, boys! Stay safe! Legyetek óvatosak. Megyünk tovább. Alig 40 percet találkoztunk velük, de már nekem is hiányoznak. Igen, tök szerethető volt a feeling. Most kell felvennem, srácok, bocsi. Nem tudom levenni. Jó napot, egy fél pillanat. Jó napot kívánok, Kovács Dávid vagyok. Igen, én is próbálkoztam folyamatosan. That's the last time. Nyugodtan. Király, a béka király, 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 a béka király, 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 a béka király. Wow, jött a lány és csókokat nyomott rám. Király, hogy hisz a mesékben még néhány király lány. Kislány, ne szaladj el! Én érzem, neked is kell, hogy funkit
a korlátnak kinek kell. A tested szabadítsd fel, s ne ellenkezz a szíveddel. Látom, hogy csíper a csípem, nem csoda. Travolta sem volt még ilyen jó soha. Hát kislány, ne szaladj el, a funky neked is kell. Ne ellenkezz a szíveddel. Baby, gyere már, nem kis bulivás, amíg az élet tart. Előz minden baj, a funky mindig baj. Bárhogy takarod, látom, nem akarod már a romantikát. Sem a győző, a zsuzsics, a katinkát. Hát kislány, ne szaladj el, a funky neked is kell. Ne ellenkezz a szíved. Mezőt járám, eltűnődik, hová lőm az rím. Mely időn, vitéz mátyás király urunk, mennybe szálas érettebb napkes iránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba.
merengének télen, szép Dunánk hömpölygő olaj tengerében. S eltűnődék, hová lőn az jég. Bécsnek büszke várá, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Shout out your key.
Kim, semen csak én, inni se, az a szobalány. Csak egy pár panel, mit vár, ha fel, hulikán boys, körbe hány. Sem egy kocsim, sem egy csokim, inni se hoz, ha a szobalány. Csak egy panel, mit vár, ha fel, hulikán boys, körbe hány. Itt is vagyok. Mindenkitől bocsi a várakozásért. Na akkor elmesélem nektek. Nem akartanak a héten megijeszteni amúgy titeket. Azért tartott ennyi ideig az orvossal való dolog, mert jó és rossz hír is van. Melyikkel kezdjem? Jó vagy rossz? Mert van mindkettő. Tehát azért tartott eddig a telefonbeszélgetés, el kellett mondani minden tünetet. Kettő rossz, kettő jó. Rossz, rossz, jó. A rossz hír az, hogy még nem mehetek vissza dolgozni a héten, plusz vennem kell két új gyógyszert, és így kb. A havi fizetésem egyenlő lesz a nullával, ami szopás, de majd megoldjuk, mindent átvészeltünk Janával, ezt is átfogjuk. De első az egészség, mert hogy ezt mindenkinek mondom, hogyha ilyen tünetek vannak, akkor orvoshoz kell fordulni. Ugye így már kiderült, hogy tüdőgyulladásom volt, aztán az tovább terjedt ugye ugyanúgy arcüregre és fülgyulladásra, ami volt nekem májusban, hajlamos vagyok elkapni. És a tünet, ami orvoshoz vezetett, hogy úgy ébredtem, hogy kimentem felköhögni a válladékot, és hát első nap nem takony volt, hanem vér. És ott nagyon megijedtem őszintén, nem azt kell elképzelni, hogy ilyen nagyon-nagyon sok, de hát ijesztő, és hát ez a gyulladás miatt volt, meg minden miatt, és nagyon meg voltam ijedve, meg minden, aztán akkor elkezdtem szedni egy gyógyszert, és most tartok ott, hogy most már még mindig minden ébredés után, éjjel miután fekszek, felébredek reggel és szakadozik fel, de most már csak a lerakódott válladék és nem véres, vagyis hát nem annyira, mint első napokban, és erre írt fel nekem még az orvos még másik két gyógyszert, hogy azokkal el kell múlni a péntekig. Ha péntekig elmúlik, akkor jövő héttől mehetek dolgozni és jól leszek, hát ha nem, akkor szopás van. De álljunk pozitívan a dolgokhoz, csak nem akartam egyik live-ba se erre terelni a dolgokat, hogy én nagyon szarú vagyok, mert látjátok az elmúlt napokban a live-okat, napközben semmi bajom nincsen, reggel ébredés után és este lefekvésnél van, köhögésem is, napközben nem köhögök, de éjszaka egy kicsit, és tényleg kellemetlen arra ébredni, hogy vagy nem hallok a jobb fülemre, vagy pedig ez, hogy nagyon ki vagyok száradva, és úgy száraz köhögéssel ez történik, de ma már lekopogom, ma már nem volt vér a váladékba, úgyhogy javul,
de még azt mondta az orvos, hogy ezen a héten semmiféleképp nem mehetek munkába. Pozitív, hogy lesznek live-ok, mert látjátok, semmi bajom napközben. A negatív pedig tényleg ez volt, hogy meg kell teljes gyógyulnom. Megmondta Doki pénteken kontroll, hogyha jól vagyok, jövő héttől mehetek. Csak hát ez azt jelenti, hogy a hónapban 2 napot dolgoztam, és ugye én a táppénzt se úgy kapom, ez nem akarlak ezzel fárasztani titeket. Lényeg az, hogy nem úgy vagyok bejelentve, ahogy kellene. Úgyhogy mondjuk úgy röviden, hogy kb. A 2 napom lesz kifizetve a hónapban, ami szarügy, de megoldjuk, nem panaszkodok. Volt már ennél rosszabb is, mikor egyikünknek se volt munkája, ez annál egy fokkal jobb. Úgyhogy menjünk tovább, mert nem szeretem magam sajnáltatni, de őszinte akartam veletek lenni, hogy ha valami ilyen van, hogy felébredtek és köhögésnél vér jön ki a torkotokból, orvos jó, nem szórakozunk. Dave utána olvasott, akkor utána kiderült, hogy ugye a tüdőgyulladás, torokgyulladás, arcüreggyulladás, ez mind okozhatta, és ugye terjedt tovább. De most már a másik 2 gyógyszerrel meg lesz oldva, az holnap kiváltom, hát annyira lemegyek levegőre, hogy megvegyem, mert Jana ugye reggeltől estig dolgozik, de holnaptól szednem kell péntekig, úgyhogy, ja, ez van, de vigyük tovább a játékot, mert várom a folytatást, csak azért tartoztam szerintem, mint barátok és mint család felétek ennyivel, hogy ezt elmondom, hogy ezért kellett várni, és ezért vártam egész nap, hogy elérjem az orvost, mert be voltam szarva, ő tudott róla, írtam neki e-mailt 2 nappal ezelőtt, azért is mondta, hogy ma beszéljünk, úgyhogy, ja, mehetünk. Nem szeretnék panaszkodni, a pixeles a kép, akkor át kell állítanod telefonon, ha azon nézed, hogy a minőség 1080 legyen, ne 144. Én mindjárt jövök, mert szólnom kell valakinek, köszi Dév, hogy mondtad. Ó, mély csengetyű, veled is baj van? Igen, 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 sajnálom. Tudom, gyógyulgatni fogok, úgyhogy menjünk tovább. I don't care about that. So, what's the problem? What? Megnyomod a telefonon a képernyőt, és akkor ott a 3 pont jobb oldalt. Mit fogunk csinálni kuerto lobozba? Jobban nem tudom elmagyarázni. We're like strangers. Ja, egy klubtagoddal. Szóljatok, mert lehet tüdőgyulladás, arcüreg vagy bármi. Az új otthonunk. Nem mehetünk tovább, úgy élünk majd, mint a királyok. Legyen ez az az új otthon. As long as we want. We have a house there. That's what dad wanted, and I know. So, what are we gonna do for money and amúgy stuff? Szia, Goldi. Szerzek egy munkát, legyünk pozitívak. Most már újra a játékra szeretnék koncentrálni és hangolódni. It won't be hard. You can probably go to school. Dude! Haver, még spanyolul sem tudok. Hogyan szerezzek barátokat, vagy bármit, ha nem beszélem a nyelvet? Téged mindenki kedvel. Se perc alatt te leszel a klassz amerikai kölyök. Ez menni fog. Talán. És hogy vagy, Goldi, amúgy? Bárhol járunk, simán beilleszkedsz, és mi is sokat leszünk együtt. Hát ez jól hangzik, azt hiszem. Daniel, én is félek, tudod? De rendben. Rendben leszünk. Oké. Hiszek neked. Na, most már talán lesz egy kis izgalom is. Minden szép, meg jó volt ez a keresztsztori, meg aranyos volt, de nem mondanám izgalmasnak ezt az epizódot, de lehet, hogy nem is kell, hogy izgalmas legyen minden epizód. Vagy nem tudom. Nektek hogy tetszik eddig? Előző részekben nem volt ennyi nem copyrightos zene amúgy. Igen. Jézusom, így vezet, a gyerek vezeti? Az azért.
Végül is át kell kelni a sivatagon. Előző két epizódhoz képest nyugisabb, nem mondanám azt, hogy unalmas, félek, hogy ezután jönnek a nehéz döntések. Lehet igazad lesz senki lánya. Na, ott a nagy fal, nem a kínai, a mexikói. Ez nagyon nagynak látszik. Igen. Nagy falat lesz a számunkra, de megoldjuk. Csak egy óriási kerítés, kivéve, hogy nem fog bentartani minket. Átásunk alatta. Vagy föllebegünk, de azt észreveszik. Minden egységnek legyetek óvatosak. Távol rajtaütés után semmilyen nyomát nem látok Sean és Daniel Diaznak. Úgy gondoljuk, néhány órával ezelőtt távozhattak. Testvérek továbbra is fegyvernek és veszélyesnek tekintendők. Legyenek óvatosak. A rendőrök éppen rólunk beszélnek egyelőre. Csak a szökevények anyját sikerült. Elfogták anyát. Sean, why would they arrest mom? Miért tartóztatták le anyát? So they can give her shit. Ez nem érdekli őket. But she didn't do anything. Nem csinált semmit. The cops will have to. El kell őket engedniük. I hope so. Why can't they just miért leave nem us tudnak alone? Békén hagyni minket? They're going to. Békén fognak. Once we're over that ha egyszer átütünk ezen a rohadt falon. Gyere! Mondjuk a kocsit így ott hagyni, és a cuccot ki se vettük. Nem vettük ki a táskát! Mindegy, leszarom. Hey, Sean. Why would they build miért this? Építették ezt? Well, nos, tudod... You know, it's a border, man. Pusztításra kér. Hát ez necces belelőni a falba egy sugarat, hallod? Hát akkor induljanak az izgalmak. So, here we are, Daniel. Itt vagyunk, Daniel. The end of the road. Az út végén. Finally. Végre. Let's get out of here. Húzzunk innen. Yeah. Ja. Take it easy. Csak lazán. You can do it. Mi miért nem repíti fel magát? Jó kérdés. Játék, játék. Jó hangja van. Szétnyitja a falat. Dude, it's hard. Ez nem könnyű. Nincs elég ereje. Take your time. Stay. Koncentrálj. És ezt nem hallják meg a határőrök úgy egyébként. Vov. Ez senkinek nem fog feltűnni. Majd azt mondják, hogy egy földrengés volt. Hallod? Beszarsz! Az oszt igen! You're right, Tubrov? Almost. It's okay. Hát kinyitottuk! Just breathe. De ő neki nem lesz baja, mint annó az első rész, vagy vérzett a csajszi óra? Reméljük, hogy nem. Hallod, innentől kezdve amúgy nem tudom mitől félnek, bármit elintéznek. We did it! Megcsináltuk. We fucked that shit up. Feltörtük ezt a szart. Senki nem fogja észrevenni, hogy egy hatalmas nagy repedés van a falon. Yes! It's all thanks to you. Mindegy, neked köszönhető, most már minden rendben lesz. Már túl vagyunk a legnehezebb részén. Köszi, hogy elhoztál ide, Sean. Nah, we did it together, man. Ó,
De aranyosak, gyerünk. Let's go back to the car. Menjünk vissza az autóhoz. Oh man! I cannot wait to swim. Alig várom, hogy az óceánba úszhassak. Senki nem vette észre, se a határőrök, se senki. Klassz lenne, ha legyalogolhatnánk a tengerpartra. Can't wait to go shopping. I'm dying to get some choco crisp. Észre se lehet venni. Mi? Daniel! Mi a fasz? Már bocsánat. Talk to me. Hát mi ez? Honnan lőttek? Ki lőtt sniperrel? Nem is Fortnite-ot játszunk. Kik maguk? Lelőtte a testvérem? A kurt! Mondtam, hogy egy kölyök volt. Hagyjon. Orvadászok? He's okay. Bullet just grazed. Do not move if you want to keep that arm. Comprende? Keep an eye on the wall. These fuckers blew it up so their friends can cross. Fel a barátok átjöhetnek. Daniel! So what's the plan? Szóval mi a terv? Fogadok, hogy még tucatnyian jöttek ki, igaz? We're leaving! Elmegyünk. Going to Mexico, Mexikóba tartunk, esküszöm. Wait. You're trying to break into Mexico. Ti Mexikóba próbáltok betörni? That's fucking funny. Ó, nem hiszem el. No, it's not legal to blow up walls. Falakat felrobbantani terrorizmusnak hívják, világos? Mexikóba fogunk menni. It's a long story. We really are trying to get out of here. You can fucking skateboard across the border 10 miles away. So tell me the plan. Hadd halljam a tervet. Maguk nem zsaruk. You're not cops. You can't. Nem tartóztathatnak le minket. No, but we work with them. And they sure értékelik a segítségünket. Úgy látszik, hogy senki se jön. Anyway, don't waste amúgy is ne pazarold az erőt. Fogadok, hogy határőrségnek nagy tervei vannak veled. Madison, gyerünk, csinálnunk kell valamit a gyerekkel. Ne érjenek hozzá. Hagyjon. Ott a rendőrség! Don't move. Ne csináljuk már! Szia, Fortune Cookie! Na ennyit a szép befejezésről, amit get már most elképzeltem, hogy átmegyünk. Stop! Get it off! Szedje le! Bezsákoltak minket! Jesus! Jézusom, mi folyik itt? Hol van Spencer? Szabadnapos, miért? Figyeljen, alkut kötöttünk, ő tud, hallottam róla. Többé nem érvényes. Gyerünk, Medi. Tedd, amit biztos úr mond. Hány éves lehet? Semmi baj, a biztos úr, ne aggódjon. Pofa be, mindketten velem jönnek az ősre. Ők az illegálisok. Mit mondtam? Oké. Talpra. Take a breath. Mély levegő. You okay now? Jól vagy? Daniel! What? I'm sorry, are you Sean? Te vagy Sean? Sean Diaz? Tagadjuk le! You're under arrest. Letartóztatlak. Oly, basszus, nem volt olyan, hogy letagadom? Túl szép volt, hogy igaz legyen. Igen. Én is azt néztem, Mirtil meg Zsolt, hogy gyakorlatilag azt hittem, hogy átsétálunk, az happy end. El kell mennem, mert dumálnunk tovább tanulásomról. Rendben van, köszi, hogy itt voltál. Vagy azért kellett elmenned, ugye? Ja jó, örülök, hogy újra itt vagy, bocsánat. Na, fasza, már bocsánat, tényleg kicsit ideges vagyok. Na, tehát a rendőrök lecsuktak. Hát köszönjük, játék. Na, ott egy másik páros.
Don't look at me. Ne nézz rám. Hát te lőtted meg az öcsém. Sí. Yo soy Diego. Diego vagyok. Mi, ő a feleségem, mi esposa Carla. Y este frijolito aquí es... Es Ángel. Oh, Ángela. Ángela. Encantado. Na, várandós. Soy Sean. ¿Cómo te sientes, hijo? Hogy érzed magad, fiam? Láttak egy niño de 10 años. Es mi hermanito. Nos separaron. Szétválasztottak minket. Cerca del muro. Está herido. Lo llevaron a la enfermería. Gyengélkedőbe vitték. Si fuera grave. Ha komoly lenne. Már kórházba volna. Habría venido a buscarlo. Si lo dejaron aquí, quiere decir que está bien. Akkor valószínűleg jól van. Nyugalom, barátom. Itt nem bántják a gyerekeket. Hát remélem. Először velük beszélgess. Hope that Kim won't know how long. Kíváncsi vagyok, mióta lehetnek itt. Why? Coming back. Ugh, this place is fucking gross. Ott egy graffiti. Jeez. Wonder how many people have been locked up in here. Ide. És lehet, hogy csak rasszizmusból nem lehet tudni. Na beszélgess. Saben tudják, hogy meddig tartanak itt minket? No. Nem. Ez az első alkalom, hogy próbáltok eljutni, emlékszem a miénkre. Majdnem szomjan haltunk a sivatagban. Ez mikor történt, próbáltunk Mexikóba át, mi nem vagyunk illegálisok. No somos illegales. Nacimos aquí. Intentamos próbálunk hazajutni. Llegar átjutni Mexikóba. Pues ustedes hát van a ser illegálisok lesznek Mexikóba. Cuestión de perspectiva. Ez a harmadik alkalom, hogy megpróbálunk átkelni. Miért? ¿Por qué necesitan cruzar tan desesperadamente? Por las mismas razones que todos, no pudimos soportar la inseguridad, la miseria. En México, la violencia tiene muchas formas. No se puede vivir así. Cuando mi hermano fue secuestrado y asesinado por una pandilla, nos fuimos. Si hubiésemos podido quedarnos, nos habríamos quedado en nuestro pueblo, pero queremos darle una vida mejor a nuestro hijo. O hija. Vagy lányunknak. Pero... De nem ez no a könnyedik út. La solución más fácil? Escaparse de sus problemas? Gondok elől. En vez de... Ahelyett, hogy quedarse y afrontarlos? No es te lo que están nem haciendo. Csinálod. Ustedes? Tú. Jobban más kellene que tudnod nadie. Bárkinél. Tienes que saber hogy semmi sem no egyszerű nada. A... fácil en cruzar határokon és a sivatagokon való átkelésedben. Túlélés érdekében. No, nem akarom, hogy elveszítsétek a reményt, barátom. De Mexikó nem lesz sétag alatt. És egy gyönyörű ország. Az egy gyönyörű ország. És nem volt egyszerű ott hagyni, de oda át nehéz megvalósítani az álmaidat. Itt már nem maradtak álmaid. Az egész életedet ebben az országban élted, le pedig apád Mexikó. De változnak az idők. Szerinted hogyan alakul majd a jövőben? Pessimista vagyok, már kezd javulni, mi beilleszkedünk. Legyen ez, mi beilleszkedünk. Mi padre trabajaba duro, que fuimos bien integrados. Lo comprendí cuando murió, cuando me quedé solo. Rájöttem, hogy milyen egyedül maradt. Hijo. Cuando eres extranjero, tienes que trabajar. Kétszer olyan keményen kell dolgoznod, hogy sikerrel járj. Así funciona. Oh, shit. Enough. Elég legyen. It's America. Ez Amerika. We speak nem spanyolul beszélünk. Fú, de egy paraszt rasszista. No, the problem nem az a gond, hogy ti betörtök az országomba. We come here dolgozni to work. Jöttünk ide, nem lopni. Not steal. Or live at your home. No, I am so fucking tired. You only come here to work. And we have to pay your welfare. You don't want free ride. And that makes me sick. Fú, de rosszul gondolja. Hát ez egy rosszul vagyok ettől. Fú, de rosszul gondolja.
legyen ez, hagyja abba. We all knew our work and in peace. Yes. A honest job and the ability to raise our child in a safe country. That's all we're looking for. That's what you people mindig always say. Mindig ezt mondja azt, hogy... Fú, de idegesítő ez a nő. Maga elvakult. Your facts are just bigotry and hatred. Yeah. Gyűlölöm, amit az országban már tettetek. Our borders, határainkkal. We have a right to jogunk van megvédeni szuverén nemzetünket, és ez így is lesz. Damn right, baby girl. Pontosan, kislány. You hunt us like, úgy vadászol rá, mint az állatokra. I don't think I have a choice. Nem hiszem, hogy van választásom. A legbiztonságosabb országot akarom a gyerekemnek. Fú, de idegesítő. Nem fogunk több 100 kilométert gyalogolni kockáratével mindent. A gyerekünkért tesszük. A mother must egy anya ezt megtehetni. Now you and your nem, te meg nem született élősködőd, semmiben sem hasonlít a családomhoz. What? Maddie? What you say? Oh, see? There you go. Take it easy. Nyugtassuk le! Nyugtassuk le a Diegot. Köszönöm szépen, Goldi. Szeretem ezt a sapit. Meg jó meleg itt télen. Whether you people like it or not, we're not. Itt úgy voltam vele, hogy ne balhézzanak össze a börtönbe, elvileg börtönbe vagyunk, innen ki kéne jutnunk. Műszakváltás. Miért zárt össze velük? Ismer minket. Segíteni akarunk. Jogában áll hallgatni. Szóval ajánlom, hogy éljen vele, oké? Okay? Rendben. Diaz, gyere! Hogy van? My brother, a testvérem. Don't worry about ne aggódj miatta, most pedig fordulj meg. Hands behind kezeket your hátra. Back. Ja, bilincs. Okay. Let's move it. Na, reméljük oda visznek minket Danielhez. Ó, kihallgató szoba. Ó, azt hiszem vallanunk kell. All right. Sit down. Where's my brother? Hol van az esélyem? Jól van ahhoz képest, hogy súrolt egy lövedék? Lost some blood. Vesztett egy kis vér, de kemény kölyök. Jól vagyok, köszönöm. Ellátják a gyengélkedőben. Na akkor most kell jól válaszolni. Kérsz egy kávét? Okay. Okay. Good. Rendben. Be right back. Rögtön jövök. Meg ne próbáljunk addig kiszökni szerintem. Fuck. What did they do with Daniel? Vagy próbáljunk meg. Great. Nagyszerű. Now I can put on a fucking show. Rohadt műsort is indítható. No point in getting nincs értelme leszednem. Hát tényleg nincs. Cops everywhere. Mindenhol rendőrök vannak. Oh, shit. Is it morning már is reggel van. How am I gonna hogyan get myself ki ebből a csávából? Eltépni semmi értelme, mert valóban kim vannak a rendőrök, és nem kell balhét csinálni, szerintem szépen vallunk, azt kész. Ez a terv. Kíváncsi leszek, majd hányan próbálták so széttépni. Belefáradtam a sok szarságba. When will we get a break? Mikor lesz végre vége? Annyira húzza a játék, hogy hátha rányomokot szakít, de nem. No point in getting these off. Nem engedek. There are cops everywhere. Balhézik a csaj. Én egy jó kisfiú vagyok, nem csinálok semmit itt az őrsön. Szépen várom, hogy megkapjam a kis kávém, elmondjam az igazságot és kiengedjenek. Forog velem a világ. Jaj, de jó, már jön is a kávém. Kérem szépen a kávémat. Nem is hoztál kávét, hazudja, de hoztál, jó van. Nem égette meg a hónod alját, oda fogtad? There you go. Parancsolj. És, ja, egyik kezem like szabad. Thanks. Alright. Jól van. Na, valljunk. Let's see. Így áll. Okay. Damn. Francia, seriously? Ez komoly? Yeah. Ja. Coffee's gonna make kávétól me sokkal so jobban much fogom better érezni magam. Hallod? Ez én vagyok. Azonnal and még egy kortyot.
Megittad? Nem ittad még meg. Mit nézel? Jeez. Jesszus. That's quite ez aztán bűnlajstrom. Nehéz elhinni, hogy manapság mire képes egy gyerekek. Egy rendőr megölés a Seattle-ben. Benzinkúti tulajdonos megtámadása. Letartóztatva egy másik robbanásnál. Kaliforniai fűfarmon. Aztán csatlakoztatok vallási közösséghez Nevada-ban. Hát, egy pusztulásával ér vége. És még a lista felén is tartunk. Egy dolog még talán megúszható lenne, de minden. Hát ez így nehéz. El tudom magyarázni. It sounds crazy, but I can explain. Explain it to Agent Flores. Flores ügynöknek. She's on her way now. Már úton van. She spoke to your mother. Az anyáddal. Who took responsibility? Aki vállalta a felelősséget a templom felgyújtásáért. Ez nem igaz. That's not true. She had nothing to do with it. Semmi köze hozzá, és ezt ön is jól tudja. De persze, küldjenek egy újabb ártatlan börtönbe. Nem igazán érdekel. Főleg, hogy az magától borult el a gyertya. Fogadjatok örömmel hallaná. Figyelj! Sajnálom, ami veled történt, komolyan, de tagadni azt, amit tettél, csak rosszabbá teszi a helyzetet. Muszáj volt megtenni. Meg kellett védenem a testvéremet. I know, son. Tudom, fiam, but running away from trouble is never a good solution. You know, tudod, I read the report. You claim that azt officer Matthews rendőrtiszt halála was an accident. Volt. So why didn't akkor miért you nem wait for meg a rendőröket? Senki sem hitte volna el, pánik, senki sem hitte volna no el. One would have believed what happened. We didn't either. Well, hát, it's too most late már túl késő. Az ügyethez rengeteg bizonyíték van. Good news jó hír, hogy az öcséd túl fiatal az egy eljáráshoz. Végül a nagyszüleidhez kerülne, ha beleegyeznek. De te sok szarével fogsz szembenézni a rácsok mögött. Legalább neki új élete lehet. Az már Daniel lesz. Amit nem értek, az az, hogy két gyerek hogyan semmisített meg ennyi mindent. Mármint, bárhová is mentetek, valami felrobbant. Jogos? Most komolyan. Hogyan? Jön egy nagy döntés. Véletlen baleset, szuper gonoszok vagyunk. Véletlen baleset. Ja, őrület, de velünk folyton megesik. Nem lehet megmagyarázni. Listen. Figyelj. Once. Egyszer baleset. Twice. Kétszer bal szerencse. De háromszor már szándékos akció. Ettől féltem. Whoa. Mi ez? What is that? Hoppá! Semmi baj, Chris, csak figyelj oda. Keep your ass in that seat. Ülj vissza. Ó! Az egész rendőrösöt leromboljuk, more! You okay? Jól vagy? How do you feel? Hogy érzed magad? Jól vagyok. Csak egy kis fejfájás. Várj. Öregem, mennünk kell. Hold up. Várj. Is he okay? Jól van? Én ki akartalak szabadítani, de ahhoz használnom kellett az erőmet. Senkit sem akartam bántani. Nincs baja, ne aggódj. Hát végül is megszökünk. Pucolás van bizony. Itt most nem állunk le nézelődni. Nem nyitom ki nekik. Gyere már! A mexikóiakat engedd ki. A másikak azok bérgyilkosok vagy valami hasonlók. Őket nyisd már ki. They're the ones who try to shoot. Ők akartak lelőni. They got locked up. Good. Én is azt mondom. Itt mit tud csinálni? Hát bosszút állunk már, bocsánat. What do you want now? Your turn. Betelt a pohár. Off.
Mindennek van egy határa. No. Jó, nem ölte meg őket, de ez az. Szerintem, hogyha többször ölt volna, akkor sima izével megölte volna őket. Őket viszont engedjük ki. Hold on. We're gonna get you out. Daniel? Hát az biztos, hogy nagyobb bajba leszünk, mint eddig. That's it. Gracias. Gyertek. Muchas gracias. Espérenme aquí. Until I check this out. Mi körbenéz. Of course. Na futás! How'd you do that? How? Wait. He's... What the fuck? He's out for the count. Sorry. Okay, hands up! Basszus! Don't shoot! Hands up! Do not move! Ne mozdulj! Wait, Sean! Stay back, Daniel. Vissza, Daniel. Let me think. Hadd gondolkodja. Sean, what do I do? Quick! I gotta find something to stop them. Gyorsan! Officers, down! Szék! The chair! Now! They're dangerous! What's going on? We will shoot if we need to! Baj van! Understand? Fire extinguisher! What the fuck? Do something! Okay, what the fuck? Do not move! Ne mozdulj! Don't do anything stupid, kid! This is a... Throw that locker. Bocsi! Muszáj volt! I didn't want to hurt anybody anymore. You saved us. You had no choice. Now... Menjünk innen, most már tényleg bűnösök vagyunk, akármit mondok. Nyisd ki! Don't move. I'll be right back. Okay, but be quick. Most mit lopunk innen? Look at that. Crime Central. Puska! After this, you're not gonna hunt shit anymore. Menjünk! Come on, Sean! We gotta go! We would be so dead if we didn't have Daniel's power. I hate that he... Take it out, Daniel! Nyisd ki az ajtót! Ez is egy megoldás! Que Dios los bendiga. Okay. Menjetek, go, menjetek! Go. Let's roll, Daniel. Hát, hogy innen hogy menekülünk meg? Konkrétan a rendőr őrst felrobbantottuk majdnem. Indulj! Menjünk át azon a falon most már. Senki nem üldöz minket. Még nem. Riadó, gondoltam, minden környékbeli egységnek szól. Több fogoly, kettő felnőtt, kettő tinédzser is. Megszökött az RI rendőrösről. Fegyveresek, veszélyesnek tekintendők. Lekapcsoltuk. Még mindig Mexikóban megyünk? Menjünk haza! Seattle-be. Akkor nem. We got nowhere else to go. Nincs más lehetőségünk. Egyre jobban nem tudom, hogy hova fogunk kiukadni. De ez a szép a játékban. Sean. Sean. It's július 4-e van. Our ez az first elsőnk one apa nélkül. You're right. Igazad van. Remember emlékszel, how he was so hogy in minden the évben mennyit foglalkozott a tűzijátékkal? Mindig korán ment kellett mennünk, so hogy legjobb helyet szerezzük, tudom. So nagyon érzelgős volt. He said he was proud to live in this country. Azt mondta, büszke arra, hogy ez az ő országa, vagy valami ilyesmi.
Rendben van, Goldi, szia, szép estét, neked is köszönöm, hogy benéztél. Na, újra itt vagyunk a falnál, most már ne robbantjunk, csak nem építették vissza azt a lyukat ennyi idő alatt, bár ki tudja, mennyit voltunk távol. Shit. Ja, éppen építik és tele van rendőrrel, lényegében majdnem ráhibáztam. Sean, what are we gonna do? Sean, mit fogunk csinálni? Sean. Sean. Sean Diaz. Vége van. Ne tedd meg nehezebbé. Szállj ki az autóból. Lassan. A kezeidet feltartva. Hallod, NCIS-be átmegyünk. Pontosan tedd azt, amit mondok. És nagy döntés jön, hogy tovább megyek-e, vagy kiszállok, mi? Ne tedd velem játék. Ezért küzdöttünk az első percek óta, hogy átmenjünk. Az a nap... In Seattle. Seattle-ben. Amikor apát lelőtték. Folyton arra gondolok. És bármit megadnék, hogy megváltoztassam, ami történt. De nem lehet. Sajnálom a hibáimat. Mindent megtettem. Betszó. Sean. Sean. Ott is rendőrök. I'm so proud of you, Nano. Just like Dad. Hogy apa is lenne. Mindketten sokat tanultunk. De most már saját szabályait szerint élhet. Ha feladjuk magunkat, elválasztanak minket egymástól, Daniel. Nem már. És ha megtörténik, ígérd meg, hogy mindig helyesen cselekszel majd, oké? Ne vesztegesd el az erődet. Légy okos, ahogyan már most is. Nem akarom, hogy szétválasszanak. Én se akarom! Bármi történjék, sose feledd, hogy te Diaz, Daniel Diaz vagy. I promise, Sean. Megígérem, Sean. You can trust me. Hát ez veszett ugyanúgy. Mert ha át is megyünk a határon, vagy szarrá lőnek minket, vagy lecsukják. Hogyan végződik a farkas testvérek meséje? Ne! Azt a rohadt, hogy mi lesz... Igen, záró döntés. Nem. Amott egyértelmű volt, hogy feláldoztam a karakterünket, hogy az Arcadia B megmeneküljön. Itt nem vagyok annyira biztos a döntésemben. Első olyan nagy döntés, hogy nem tudom és nem tudom. Vázoljuk a szituációt, nem nézek csetet, eddig végig úgy döntöttem nagy döntéseket. Ha átkelek a határon, akkor az összes rendőrt vagy megöljük, vagy arrébb lökjük, vagy nem tudom, menekülünk tovább, és előbb-utóbb vagy lecsuknak, vagy megölnek. Ha megadom magam, akkor elválasztanak minket, de az öcskös túléli, és talán nem életfogytiglant kapok. Szívem szerint tudom a döntést, józan paraszt észre is tudom a döntést. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen, ha átkelünk a határon, de ezt ebben a live-ban nem fogjátok megtudni, ugyanis megadjuk magunkat. Ha nekem nem lehet jó életem, az ő történetük itt ér véget, legalább a kisebbiknek legyen egy normális élete. Nem azért védtük ennyi időn keresztül. Mára mennyire lehet. It's not who we are. Nem ilyenek vagyunk. Exactly. Pontosan. We're not criminals. Nem vagyunk bűnözők. We're just kids. Hanem csak gyerekek. And we still have time to choose. És még mindig van időnk dönteni. What life milyen életet akarunk élni. You're my brother. A testvérem vagy. And I love és szeretlek. I... Én...
Én is szeretlek téged, Sean. Minden rendben lesz. Ígérem. Megígéred? Most tényleg? Igen. Helyesen cselekszünk. Csak emlékezz arra, amit tanítottam. Mármint csak a jóra. Úgy lesz. Megígérem. Utána megnézem a reakciótokat, csak térdre. Azt mondtam, térdre. Sajnálom ezt az egészet. Vigyázni fogunk a testvéredre. Szavamat adom. Visszakerül a nagyszülőkhöz, neki is jobb lesz, mint hogyha mondjuk megöltek volna minket. Sean! He's gonna be fine. Daniel! You're not a little wolf anymore. Már nem vagy kis farkas. Never forget who you are. Sose feledd, ki vagy. Never. Soha. Hát ez kemény. Isten hozott otthon Daniel 2017. Ugye nagyszülőkhöz került így vissza. ...2018-ban úgy látszik, hogy vagy meglátogatott, vagy kiengedtek minket, bár szerintem csak meglátogatott. Vagy ezek régebbi képek? Nem, újak. 2019-ben a barátjával volt. Április kiadás, szuperfarkas nap hőse. És így lett neki egy normális gyerekkora és élete. A saját magunk feláldozásával. De soha nem tudnék önző lenni azzal, akit szeretek. Az a felé. És arról szól a Life is Strange az én érzéseimre. Vagytok kíváncsiak amellett, hogy mi tudnám úgy játszani, hogy jobb legyen a vége meg az eredmény. De ha nekem kéne egy ilyen helyzetbe dönteni, lehet, hogy nekem lenne hátra mondjuk 27 évem, és mondjuk a kisöcsémnek, hogyha ilyen kicsi lenne egy egész élete, nyilván, hogy akkor éljen többet. Nézzétek meg, milyen vidám pultos lett. A Colgate mosolyát megirigylem. Még hogyha nem is az lett, hogy együtt átmentünk Mexikóba. Nagyon kíváncsi leszek, ki hogy döntött a végén. 15 évvel a határnál történtek után. 15 év után kiengednek? Ó, milyen fiatal ember lett belőle, hallod-e? Rendesen jobban néz ki, mint én voltam a karakterem. Leültem azt, amit le kellett, és utána újra a család része tudok lenni. De nem csesztem el a gyerek életét.
És ez fontosabb. De már én is sírok. Ah, milyen jó szakállam lett, hallod-e? Csak megvan az a happy end. Még ha másként is. És így nem kell bujkálnom, új életet tudok kezdeni. Ez volt a legjobb döntés. Tartom. Ő a Lila lenne? Azt nem tudom. Biztos nem a kesz, de... Ha igen, akkor... Kitartott mellettünk 15 éven át. Szerintem ez a Lila. Igen. Cassidy egy szép emlék marad. Visszamegyünk az erdőbe. Egy kicsit hasonlít rám amúgy. Vagy tényleg lehet a kiscsa is a templomból, az se kizárt. Otto! Nosztalgia. Nem tudom, hova megyünk. Utolsó AU a csetre. Menő, menőzik. Az a ház, ahol voltak a mushroommal.
Amennyire laposan indult a rész, kellett még ez. Így lett szép keret. Hú, na, nézzünk egy kis csetet. Tudjátok mit, most mehet lassan. Ó, az durva volt, hogy elment az áram. Szerintem add meg magad. Nem tudom ti, hogy döntötetek volna, majd írjátok le. Nehéz volt, hogy mi a... jó döntés. Nem létezik mocskos happy ending. Mégis meglett. Ennek nem így kéne, hogy vége legyen. Hát ez lett. Nem szégyen sírni, én itt élő adásba sírok veletek. Szép befejezés, mindig megsírat, igen. És nagyon remélem, hogy lesz harmadik rész. S ha nem dobtál a live-ba like-ot, akkor most ne feltétlen nekem, a játék készítőinek szóljon az a like, amennyi like összegyűlik a live-on. Én köszönöm, hogy 5 plusz 1 részen keresztül velem tartottatok. Még ne menjetek sehova, megnézzük ki, hogy döntött, mert nagyon itt érdekel a legjobban a százalék. Egyáltalán nem bántam meg. Nagyon nehéz volt a játék, nehezebben fogyasztható, mint az 1 és a Before the Storm. De le a kalappal. Nagyon-nagyon jó volt. Átérzem, Adri. Szívecske. Nehéz egy ilyen teljes lezárás után bármit mondani, de talán nem is kell. Zsebkendőt keresem ilyen serényen egyébként. Nem tudom, hová tettem. Na mindegy. Nézzük meg a döntések százalékát. És hogyha vége az egésznek, leállítom majd a live-ot, írjátok meg komment szekcióba, akiknek van kedve, hogy tetszett, hogy éreztétek magatokat. Legyen egy kis nyoma, hogy miért éri meg visszanézni akár az összes Life is Strange live-ot. Sokkal nehezebben fogyasztható volt, voltak nagyon-nagyon rossz részek, ami lelkileg rosszul érintett. Több társadalmi dologra tértek ki, ami megosztó, hogy nem csak egy kamasz életét néztük, de... Te se törlöd, Zsolt, akkor jó. De jó volt, jó volt. Na mindjárt megnézzük, hogy ki hogy döntött. Nagyon kíváncsi vagyok. Szerintem amúgy többen átmentek a határon, mint hogy ezt a döntést válasszák. Majd meglátjuk. És olvastam cikket, hogy elvileg lehet, hogy készül Life is Strange 3. Van róla tárgyalás. De hogy nem tudják, hogy idén lesz-e, vagy hogy mikor, de hogy elvileg lesz. Én adnám. Lesz még hasonló játék, tehát indie game-ekből és hasonlókból sose fogyunk ki. Steam kívánságlistámon nem tudom, hogy most van-e, de van még, lesz Detroit-tól kezdve minden, nem kell aggódni. Egy különleges üzenet a rajongóknak. A teljes Life is Strange 2 csapat szeretné kifejezni szerény és őszinte háláját a csodálatos támogatásaitokért, képeitekért, ajándékaitokért, szenvedélyetekért, és elem, és köszönjük a türelmeteket. El sem mind a bolvasni! Na mindegy, majd megnézem. Tehát 34% döntött úgy, hogy megadod magad a rendőrségnek, és Daniel elfogadta. Átkelsz az útlevél, 31, 34, 28,
és Daniel visszautasította. Ez rohadt szoros. Ez nagyon szoros. Most sírtunk egy jót. Igen, feladtam magam a rendőrségen, és 15 évet ültem, és majd nézd vissza az el, ha lesz időd. Összességében azt tanította Danielnek, hogy amennyire csak lehet, kövesse a társadalmi szabályokat, 61%. Összességében azt tanította Danielnek, hogy magát és a testvérét helyezze mindenki elé, soha nem tanítanám ezt. Soha nem tanítanám ezt. Végig csináltad a kincsvadászatot, 90% ezt gondoltam, belekezdett 3% visszatérsült, összességében közelebb kerültünk Karenhez. Én nem a közé tartoztam. Szerető üzenetet hagyták Karennek. Én azt se tudtam, hogy lehet hagyni üzenetet, ez nekem kimaradt. Elköszöntél Arthurtól, és igen, erre gondoltam, de nem mentem oda. Mindegy, itt nem voltam annyira formába. Tőle se köszöntem el. Ezek csak apró figyelmetlenségek, kapkodás. Megölelted Karent, ezt gondoltam, hogy nagyon sokan. Közben léptél, hogy megnyugtassuk Diegót, az a többi. Kiszabadítottuk a mexikói párt, igen. Nem kérted meg Danielt, hogy engedje ki a polgárőröket, ezt sejtettem, hogy ez lesz a több. Megkérted Danielt, hogy álljon bosszút a polgárőrökön. Nem kérték meg, lehet, hogy annyira menekültek. Nem kérted meg Danielt arra, hogy szökés közben ölje meg a rendőröket. Igen, ezt sejtettem. Nem szóltál Danielnek a skorpió miatt. Daniel segítségére, ott mondjuk ezt szóltak a legtöbben, építette szobrát, oké, segítségeddel, igen, ezt gondoltam. Daniel aggódott, amiatt, hogy megsérült Campbell rendőr tiszt. Nem kérted meg Danielt, igen, igen, ez volt. Daniel visszautasított, hogy bosszút álljon, ez erre jött ki nekem, visszautasította, nem lett olyan agresszív a kölyök a hat részen keresztül. Kiütötte a rendőröket, itt 25, eléggé meg... Na vége! Nem kérted meg, de igen, nagyon sokan nem kérték meg, hogy rendőr gyilkoljon. Köszönjük, hogy játszottál és végignézted Sean és Daniel útját. Én is köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm az összes támogatást, mind lelkileg, mint pedig az egész. Fedezd fel több játékot is a Life is Strange univerzumából, több vásárlása oldalon keresztül. A Life is Strange 2 volt, Before the Storm, Captain Spirit, Life is Strange 1, kijelenthetjük, mind meg volt. Így van, vonítsanak továbbra is. Te megtaláltad David autójában Maxről, Chloe-ról. Igen, igen, Józsi, megtaláltam bizony. És vége. Vége van. Nincs több rész. Hú, hát én nagyon szépen köszönöm azt, hogy tényleg végigkísértük együtt a fiúknak a történetét. Örülök, hogy ezt szavaztátok meg mára. Mint elhangzott a live vége felé, a betegségem és hogy vagyok, stb. Azt nézzétek vissza, akit érdekel. Mint mondtam, jó hír, hogy akkor minden nap tartok live-ot, rossz hír, hogy hétfőig biztos, hogy nem dolgozhatok. Megyek pihenni, gyógyulni, és holnap találkozunk egy live-ban. Szép estét kívánok mindenkinek, monguftakát, és írjátok meg komment szekcióba live után, hogy tetszett a Life is Strange, ez a rész, az összes, vagy úgy az egész, ahogy van. Sziasztok, mongufták, szép álmokat. És hogy ti hogy döntöttetek volna, fontos. Sziasztok.